Hatodik fejezet A jóléti parancs törvénye Shakespeare ezt írta. A dolgainkban mindig jön egy hullám. És a dagály pillanata hoz szerencsét. A parancs törvénye révén szabadítod el a jónak ezt az áradatát, amely a listák készítésének és a gondolati képeidnek köszönhetően épült fel. A parancs jóléti törvénye a kulcs az uralomhoz. A világodnak parancsolni azt jelenti, hogy hatalommal vagy ellenőrzéssel rendelkezni életet felett. A tekintélyelvű hozzáálláson keresztül átveheted az irányítást a jó felett, amelyet meg szeretnél élni az életben. Sokan felfelé tekintenek az életre, mintha jelentéktelenségük fölé magasodó hegy lenne. A parancs törvénye segít feljutni a csúcsra, és a tekintély és az irányítás érzésével tekinteni a világra, ami aztán hasonló eredményeket hoz. A parancs törvényének titka a következő. A megtapasztalni kívánt jó pozitív kinyilvánítása gyakran elég ahhoz, hogy megfordítsa az eseményeket, hogy gyorsan és könnyen jót hozzon a számodra. Elképesztő, milyen gyorsan nyílnak meg előttünk az ajtók, amikor merjük átvenni az irányítást egy helyzet felett, és magas elvárásainknak megparancsoljuk, hogy megnyilvánuljanak. De nincs semmi új a parancstörvényében. A teremtés könyvében azt mondják nekünk, hogy Isten úgy teremtette a földet, hogy azt parancsolta, legyen és meglett. Valójában a parancstörvénye az egyik legkönnyebben használható miután felsoroltad a vágyaidat, és mentálisan beteljesültnek képzelted őket, itt az ideje, hogy ezek lényegét a rendelet és a parancs szavaiba öntsd, amelyek cselekvésre késztethetik az étereket. Amit elrendelsz, azt megkapod, ahogy a Biblia ígéri, mert sikerre segít, amibe belefogsz, és felragyog a fénye ösvényeiden. Jóbő 22-28 Szavaidon keresztül parancsolsz. A parancs törvényét mindig használod, mert állandóan rendeleteket hozol, bár ezek gyakran rossz típusú rendeletek, és azt eredményezik, amit nem kívánsz. Egy üzletember nemrég mesélt egy ismerőséről, akinek gondja volt a jobb karjával. Az orvosok megvizsgálták, és azt mondták, hogy nincs semmi szervi probléma. Az üzletembernek, aki ismerte a szavak erejét, eszébe jutott, hogy az ismerősének az a szavajárása, hogy a jobb karomat adnám érte. Miután a férfi abba hagyta ennek a kifejezésnek a használatát, a karja rendbe jött. Ézsaiás volt az, aki figyelmeztetett minket, jaj a hamis határozatok határozóinak. Ézsaiás tíz egy. Bajaink gyakran a meggondolatlan megjegyzéseinkre vezethetők vissza. Egyszer egy nővel imádkoztam, akinek gondjai voltak a lábával. A probléma akutnak tűnt. Orvosa azt mondta neki, hogy mindent megtetérte. Miután elkezdtünk imádkozni, állapota javult, de úgy tűnt, nem jött el a teljes gyógyulás. Egyik nap imaidőnkben azt mondtam neki, most csak kérdezd meg, atyám, mi az igazság ebben a helyzetben? Mit kell tennem, hogy teljesen meggyógyuljak? És megtette. Kis idő múlva halkan így szólt. Megvan a válasz. Nemrég belevágtam egy új üzleti vállalkozásba, és még nem jártam sikerrel. Ostobán azt mondtam, bár csak talpra tudnék állni anyagilag. Fizikailag talpon voltam, amikor ezt a kijelentést tettem, de hamarosan a lábaim kezdtek elgondot okozni. A tudatalattim bizonyára komolyan vette a szavaimat, és levett a lábamról. Ezután kijelentette, módosítom ezt a nyilatkozatot, és kijelentem, hogy anyagilag biztonságban vagyok, talpon vagyok anyagilag. Hamarosan az lett, mind fizikailag, mind anyagilag. Ismerek egy nőt, aki eléggé süket az egyik fülére. Állandóan mindenről kijelenti, amiről hallani sem akar, süket vagyok rá. Az elmetanulóit mindig is a szavak erejére tanították. Egyiptom, India, Perzsia, Kína és Tibet spirituális vezetői mind megtanították diákjaikat arra, hogy csak akkor beszéljenek, ha valami építő mondani valójuk van. Ismerve a káros beszédveszélyét, felállítottak egy mércét annak meghatározására, hogy bölcs dolog-e valamit mondani. Igaz. Kedves. Szükséges. Még ha igaz is, ha nem kedves, akkor biztosan nem szükséges. A pénzügyi problémákkal küzdő emberek százainak tanácsadásából kiderült számomra, hogy százból 99 alkalommal nem oldódnak meg a problémáik, amíg nem csupán megismerik, hanem teljes mértékben alkalmazzák is a parancsjogot. Amikor naponta, tudatosan és szándékosan elkezdik kijelenteni azt a jót, amit akarnak, úgy tűnik, hogy parancsaik előhívják azt. A megerősítés a parancs egyik formája. A modern időkben hallunk a megerősítésekről, amely a parancs egy formája. Sokan bizonyítják, hogy a szóbeli és csendes megerősítés napi gyakorlata a legegyszerűbb módja annak, hogy a parancs törvényére hivatkozva jót teremtsünk. Valójában az állítások használata olyan egyszerű módja annak, hogy gazdag eredményeket hozzanak létre, hogy sokan nem bíznak benne, és bonyolultabb utat keresnek a jóléthez. Azáltal, hogy szóban megerősíted vagy kijelented a jót, amit akarsz, a helyet, hogy arról beszélnél, amit nem akarsz, elkezded megerősíteni az elmédben és a láthatatlan éterekben azt a jót, amire váltsz. Ahogy továbbra is megerősíted a kívánt jót, az látható eredményként siet elő. Szavakkal teremted meg a világodat. Soha ne becsüld alá a szavak erejét. Szavaiddal teremted világodat, ahogyan Isten is tette kezdetben. Ha nem szereted azt a világot, amelyet korábban a viszály, a hiány, a korlátok és a nehéz idők szavaival alkottál meg, akkor elkezdheted felépíteni a határtalan jó és jólét új világát, megváltoztatva szavaidat és rendeleteidet. A jóléti osztályaimban résztvevő emberek a parancs törvényét találták az egyik legkönnyebbnek és leggyorsabbnak a gazdag eredmények elérésére olyan megerősítő állításokat fogadtak el, amelyek megfeleltek az igényeiknek, és naponta legalább 15 percig szóban újra és újra kijelentették, talán napi háromszor 5 percig. Ha éppen nem lennének olyan körülmények között, amikor hangosan elmondhatják a kijelentéseket, akkor tucatszor írják le azokat. Az egyik parancsszó, amit gyakran használtak, ez volt. Minden emberben a legértékesebbet és a legjobbat keresem. Most a legértékesebb és legjobb embereket, vásárlókat, ügyfeleket, betegeket stb. vonzom magamhoz. Egy eladó felfedezte, hogy ezzel a kijelentéssel csak olyan embereket vonzott be az üzletébe, akik valóban meg akarták vásárolni az áruját. Ennek a parancsoló kijelentésnek a napi következetes használata is segített neki számos olyan eladást elérni, amelyekről korábban azt hitte, hogy lehetetlen. Egy másik esetben egy eladó hölgy több héten keresztül minden nap 15 percig használta ezt a kijelentést olyan sikerrel, hogy az egész üzletvezető eladója lett. Munkaadói nagyra értékelték, amiért rövid időn belül 44 ezer dollár értékű árut adott el. Csak három másik eladó, mint férfiak, adott el 30 ezer dollár értékű árut ugyanebben az időszakban. Ennek a hölgynek az osztálya többnyire alacsonyabb áru árukat tartalmazott, ami megkövetelte, hogy sokkal több értékesítést bonyolítson le, mint a többi osztály értékesítése. Egy másik parancsolat, amelyet a jóléti osztályaimban az emberek különösen erősnek találtak, ez volt: Minden és mindenki boldogul most, és én boldogulok most mindenben és mindenkivel. Ennek a kijelentésnek a napi, következetes szóbeli használatával egy kormányzati alkalmazott hamarosan értesült egy örökségről, amely már rég elérhető volt, de mivel addig nem tudtak róla, ezért több éve nem igényelték. Egy másik diák, aki ezt a parancsot használta, egyike lett annak a tizenegy örökösnek, akik egy kavicsbányát örököltek. Az örökösök száma miatt az ebből az örökségből realizálható összeget meglehetősen csekélynek jósolták. De ahogy ez a személy továbbra is naponta kijelentette, minden és mindenki boldogul most, és én boldogulok most mindenben és mindenkivel, a kavicsbányából kapott bevétele havonta jelentős mennyiségben érkezett. A téli hónapokban, amikor a kavicsüzletnek zuhanni kellett volna, ez a diák akkor is szépen profitált belőle. Parancsolt, hogy megjelenjen több száz megerősítő állítást használhatsz, amelyek a jó megjelenését idézik elő, de határozott parancsnyilatkozatokat kell használni a határozott igények kielégítésére. Ne habozz használni őket. Például, ha kevés a pénzed, vagy üresnek tűnik az erszényed, vedd a kezedbe, és mondd ki hangosan többször, természetesen akkor, amikor egyedül vagy, áldalak és áldalak Isten gazdagságáért, mely megmutatkozik benned és rajtad keresztül. Miközben étkezel, jó, ha áldással és elismeréssel gondolsz az ételre, valamint alkalmazod az asztali áldás régi módi szokását. Amikor öltözködsz, jó, ha megbecsülöd és megáldod a ruhádat. Egy közelmúltban tartott előadásomban a következő állításokat adtam határozott felhasználásra, és megdöbbentett, hogy mennyi üzletember nyilatkozott ezekről utólag, és kérte a pontos megfogalmazást. A tökéletes ruhákért és gardróbért, amelyel minden virágzó gondolkodónak rendelkeznie kellene. Hálát adok, hogy szépen és megfelelően felöltöztem, Isten gazdag anyagával. A tökéletes, szép, kényelmes otthonért, legyen az egyszobás, lakás vagy ház. Hálát adok, hogy Isten gazdag anyagával berendezett, szép és megfelelő otthonban lakom. És a tökéletes utazásért. Hálát adok, hogy szép és tökéletes utazáson veszek részt Isten gazdag áldásával. A hölgyeknek különösen tetszett ez a parancsszó. Hálát adok az egészségnek, a fiatalságnak és a szépségnek az egyre gyarapodó állapotáért. Feltételezem, hogy eléggé szélsőségesnek tartanak az igenlő kijelentések témájában, mert ezeket az otthonom különböző pontjaira ragasztom. A környékbeli gyerekek egy részét annyira lenyűgözte ez a dolog, hogy időnként betérnek megnézni, nem változtatta e a kijelentéseken, és másolatot kérnek. A ruhákra vonatkozó fenti nyilatkozata a szekrényajtómhoz van csatolva. A tükrömre van ragasztva az egészségről, fiatalságról és szépségről szóló. A kamra ajtajára ez van ragasztva. Örülök Isten bőkezűségének, amely állandóan túláradó készletként jelenik meg itt és most. A felesleges telefonhívások visszaszorítása érdekében, ami időpocsékolás lehet, a telefonom közelében ez a parancsolat áll. Az isteni rend most létrejött és fenntartva. A harmónia uralkodik. Jó a napot megerősítő kijelentésekkel kezdeni, amelyek segítenek átvenni az irányítást a napot felett. Ezt javaslom. Dicsérettel és hálaadással fogadom Isten gazdagságát ezen a napon, hogy vezessenek, kormányozzanak, védelmezzenek és gyarapítsanak engem. Minden jön, amire szükségem van. Gazdag javam ezen a napon láthatóvá válik. Annak érdekében, hogy minden nap a jólét és sikerszavait szavait használd, ami egyfajta parancs, hogy előjöjjön, javaslom ezt a megerősítést szavaimat virágzó erő tölti fel. Néhány jóléti osztályom másik kedvenc parancsa a megnövekedett jövedelemért a következő volt. Hálát adok azért, hogy pénzügyi bevételeim most erőteljesen nőnek, Isten gazdag javainak közvetlen tevékenysége révén. Számlák, tartozások és anyagi kötelezettségek kifizetéséért. Köszönetet mondok minden pénzügyi kötelezettség azonnali, teljes kiegyenlítéséért, Isten csodálatos módján. A minden téren megnövekedett sikerért. Hálát adok, hogy napról napra minden tekintetben gazdagabbá várok. Az üzletemberek a következő parancsot találták a legjobbnak a harmónia megteremtéséhez otthonaikban és üzleteikben. Legyen béke a falaim között, és jólét a palotáimban. Zsoltárok 122. 7. A megerősítések hasznosak a munkádban is. Egy vasúti alkalmazott elmesélte, hogyan használta a parancsnoki utasításokat a munkájában. Megkérték, hogy javítson meg egy motorvonatot, amelyet senki más nem tudott beállítani. Amikor hallotta különféle szerelőkről, akiknek nem sikerült megjavítaniuk ezt a motorvonatot, megijedt de aztán eszébe jutott a parancs törvénye. Mielőtt elkezdett dolgozni a motorvonaton, félre vonult egy csendes helyre. A tárcájából ezt a kijelentést vette ki, és többször elismételte, én az élőisten gyermeke vagyok, tehát egy vagyok az ő bölcsességével. Ez a bölcsesség most az igazságosság, a béke és az igazi siker útjain vezet miközben ezekre a szavakra gondolt, és hagyta, hogy békével és önbizalommal töltsék el elméjét, egy másik vasúti alkalmazott odament hozzá és megkérdezte, mit csinál. Azt válaszolta, hogy egy terven dolgozik, amelyet a vonat hajtóművének javítására szándékozik használni. Nem sokkal ezután visszatért a munkájához, és gyorsan kijavította a zavaró problémát. Hamarosan a másik alkalmazott ismét megkereste, és egy példányt kért arról a tervről, amelyet ilyen sikerrel használt. Egy másik eset. Egy postai alkalmazottnak hatékonysági tesztet kellett végeznie. Úgy döntött, hogy átveszi az irányítást a feladat felett, hogy ne féljen tőle. Újra és újra kijelentette, az isteni intelligencia mindent tud, amit tudnom kell, és az isteni intelligencia most megmutatja nekem mindazt, amit tudnom kell. Tesztje bebizonyította, hogy ő volt a leghatékonyabb, és a feladat könnyű volt számára. A közelmúltban egy New Yorki férfi használta a fenti parancsszavakat. Miután elolvasott egy cikket, amit a témában írtam, a következő eredményekről számolt be. Amikor a parancs megerősítő erejéről olvastam, vállalkozásom nagy bizonytalanságban volt. Hamarosan úgy alakult, hogy ki kellett költöznem az addigi bérleti díjmentes irodából. A kegyelemnek köszönhetően észszerű áron találtam egy új és kényelmes irodát. De nem volt új üzletkilátásban. Világossá vált számomra, hogy abszolút hinnem kell Istenben, és folytatnom kell a tervezett projektet, bár halvány fogalmam sem volt, honnan lesz tőke a finanszírozására. És voltak fizetendő személyes és üzleti tartozások is. Aztán a metróban, munkába menet elolvastam a cikkedet, amely számos határozott megerősítő kijelentést tartalmaz a jólétről és a sikerről. Elkezdtem használni a cikkben szereplő összes megerősítést, és amikor az irodába értem, lemásoltam és tovább használtam. Másnap felhívtam egy ismerősömet a pénzügyi világból, aki egy évvel korábban azt javasolta, hogy jöjjek el és találkozzam bele valamikor. Amikor felhívtam, azonnal látni akart. Megebédeltünk, és eléje tártam a terveimet, és elmondtam, mennyi pénzre lesz szükségem. Azonnal egyetértett minden javaslatommal, csak hogy nem volt hajlandó a haszomból csupán akkora részt elfogadni, amennyit kész voltam neki adni, és a kölcsönnek, amire szükségem volt, és ehhez ragaszkodtam, kamatmentesnek kellett lennie. Aztán mégis megegyeztünk. Pontosan egy héttel később, miután az alapító okiratunkat benyújtották Albaniban, és megkaptuk a kezdeti forgótőkéről szóló csekket, új cégem elnökeként részvénykivonatokat írtam alá. Íme egy üzletember bizonyítéka a parancs törvényére. A megerősítések kielégítő eredményeket hoznak. Nem ismerek olyan embert, aki akár csak rövid ideig is, de lelkiismeretesen követte a napi megerősítés és parancsolás módszerét, és az nem hozott életébe kielégítő eredményt. Nem ismerek olyan diákot sem, aki igazán sikeres tudott volna lenni, ha mellőzte volna a szóbeli és néma parancsszavak napi használatát. Gyakran találkoztam olyan tanulókkal, akik mindent el tudtak mondani a sikeres élet elméletéről, de keveset mutattak meg belőle. Kikérdezve őket, mindig azt tapasztaltam, hogy nem alkalmazták a parancsolat törvényét. Sokan közülük úgy gondolták, hogy méltóságukon aluli, ha minden nap 15 percig határozottan boldogító kijelentéseket és határozott sikerszavakat mondanak. Bár azt viszont nem tartották méltóságukon alulinak, hogy határozott szavakat mondjanak a nehéz időkről, a hiányról és az anyagi nehézségekről, és azt sem találták méltóságukon alulinak, hogy eladósodva és anyagi zavarban éljenek. Választhatsz és követheted az élet magas vagy alacsony útját. A virágzó parancs törvénye a főútra, a siker királyi útjára vezet. Az évek óta szegénységben és kudarcban gondolkodó elmének napi segítségre van szüksége, hogy gazdagabb gondolatokká, attitűdökké és elvárássá váljon. Gyakran speciális módszerekre van szükség ahhoz, hogy extrém körülmények között eredményt hozzunk. Ha a sikerről és a jólétről szóló határozott szavak kimondása szokatlan módszernek tűnik, akkor legyen. De menj előre, és próbált ki, ha meg akarod változtatni gondolkodásod dagáját a szegénységről és a kudarcról a jólétre és a sikerre. A rendkívüli tapasztalatok közepette gyakran szükségesnek fogod érezni, hogy tegyél egy kis erőfeszítést a kielégítő eredmények elérése érdekében. Jákob szükségesnek látta, hogy az angyallal birkózzon napestig, hogy elnyerje áldását. Mózes első könyve néha szükségesnek fogod találni, hogy hasonlóképpen cselekedj. Ez a törvény nem új. Jézus gyakran használta a parancsolat törvényét, akár csak a Biblia számos nagy embere. Bebizonyította a parancs erejét, amikor így szólt a fügefához, ne teremjen rajtad gyümölt soha többé. A Biblia ezen része így folytatódik, és hirtelen elszáradt a fügefa. Máté 21, 19 amikor Jézust háromszor kísértették meg a pusztában, pozitív kijelentésekkel válaszolt a kihívásra. Minden alkalommal, amikor az ördög megpróbálta megkísérteni, erős, pozitív kijelentéseket használt a szentírásból, míg végül az ördögöt a helyére tette azzal, hogy kijelentette, távoz tőlem sátán. Máté 4.10 Ez egy erőteljes parancsszó, amelyet aggasztó helyzetekben használhatunk. Néha úgy találod majd, amikor a parancs törvényét használtad, és még nem érted el a kívánt eredményt, hogy talán túl voltál a szavak használatában. Amikor Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, nem szelid módszereket alkalmazott. Az ige szakasz így szól, hangosan felkiáltott, Lázár, jöjj ki! János 11.43 Hasonló módon, szelíd szavakkal próbálni előzni a szegénység és a kudarc látszatát, ugyanolyan hatástalan, mint angolul beszélni egy franciával, aki nem ért angolul. Nincs kommunikáció vagy kapcsolatfelvétel. A megerősítések megoldhatják problémáidat. Dr. Emily Keddy, aki korábban New Yorkban volt orvos, azt írta, hogy amikor extrém helyzetekkel szembesült, mindig a legmerészebb, legvakmerőbb parancsszavakat használta. Csak miután átvette a parancsnokságot, talált enyhülést problémáira. Az egyik esetben a parancs, amelynek segítségével megszabadult egy erős személytől, aki mindig bántotta őt, ez volt. Nincs ilyen személy az univerzumban. Nincs más, csak Isten. Egy másik esetben kificamodott a bokája, ami erősen megdagadt és fájdalmas volt. Végül bezárkózott a saját szobájába, és újra és újra megerősítette, csak Isten van. Minden más látszat hazugság. A fájdalom és a duzzanat azonnal alábbhagyott, és gyorsan meggyógyult. Két évig próbálta bizonyítani, hogy Isten az ellátásának forrása, amely független attól, hogy páciensei milyen anyagi háttérrel rendelkeznek. Végül rájött, hogy nem használta a parancs törvényét, nem tett pozitív kijelentést a jólétről. Azután elkezdte bizonygatni, megtörtént. Isten most készletemként jelenik meg. Azt írja, hogy ez a gondolat a szegénységből való megszabadulásának bizonyult, és soha többé nem volt olyan anyagi szükséglete, amelyet ne elégítettek volna ki. Dr. Kedi ezeket a tapasztalatokat leírta a Hogyan használtam az igazságot című könyvében, amelyet a Unity School of Christianity adott ki. A virágzó gondolkodás erejének puszta ismerete nem elég. Működtetni kell. A pozitív kijelentések napi, verbális használata segít ebben. Az állítások csodákra képesek. Nemrég egy leendő anyuka pozitív parancsot kért tőlem, amit akkor akart használni, amikor bemegy a szülőszobába. Bár nem számolt nehézségekkel gyermeke születésénél, ez mégis lehetséges volt, hiszen 40 éves volt, és több éve vártak a babára. A neki adott parancsa következő volt, Isten bősége hatalmas az életben, az egészségben és az erőben. Örömmel és könnyedén szülöm meg tökéletes gyermekemet. Újra és újra kimondta ezeket a szavakat, amikor a szülési folyamat elkezdődött. Örömmel tapasztalta, hogy bár a szüléssel együtt járó dolgok megvannak, fájdalom gyakorlatilag nincs. Aztán kicsivel később az orvos kijelentette, hogy nem a szokásos módon fog szülni, a baba farfekvéses. A helyett, hogy megijedt volna, ez az anya újra és újra megerősítette, Isten bősége hatalmas az életben, az egészségben és az erőben. Örömmel és könnyedén szülöm meg tökéletes gyermekemet. Kicsit később az orvos közölte: Várnunk kell néhány percet. Úgy tűnik, hogy a baba megváltoztatja a helyzetét, és talán mégis a szokásos módon fog szülni. És megszült normálisan és szinte fájdalommentesen. A legtöbben emberi törpék vagyunk, pedig szellemi óriások is lehetnénk, ha megmernénk parancsolni Isten javának, hogy úgy nyilvánuljon meg, ahogyan ő felhatalmazott bennünket, ahogyan a Biblia első könyve kijelenti. Dr. Louis Dunnington, egy metodista lelkész a parancs törvényét úgy jellemezte, mint nagy megerősítéseket, amelyek ilyen csodákat művelnek az emberi életekben. Azt is elmeséli, hogyan fedezte fel néhány évvel ezelőtt, hogy gyülekezetében azok voltak a legintegráltabbak és kiegyensúlyozottabbak, akik a pozitív életszemléletet alkalmazták. Dr. Dunnington kijelenti, hogy gyülekezetében sokan meg voltak győződve arról, hogy konkrétabb segítséget kaptak a nagy hitvallások használatából, mint bármely más technikából. Sikerükről értesülve ő is megvizsgálta a megerősítés erejét, és elkezdte használni. Azt írja, hogy miután elkezdte következetesen alkalmazni a megerősítés technikáját, gyülekezete 400-ról több mint 2000-re nőtt. Könnyen megértem, miért történik ez, mert az üzleti világban is később lelkészként rájöttem, hogy a tömegek ma magányosak. Ki vannak éhezve egy olyan spirituális életformára, amely nem csak elmélet és tanítás, hanem működőképes is, és egészséget, harmóniát és bőséget hoz az életükbe csatlakozzon a megerősítéshez egy másik személy is. Jó, ha legalább egy másik személy is használja az igenlő parancs erejét, különösen akkor, ha úgy tűnik, hogy a helyzet nem reagál azonnal a saját parancsaidra. Természetesen előbb bizonyosodj meg arról, hogy az illető egyetért veled, és azzal, amit el akarsz érni, és hogy ő is hisz ebben a sikertechnikában. Gyakran kértem a gyülekezet tagjait, hogy alkalmazzák velem a parancs törvényét különféle helyzetekben. Titkárnőmmel gyakran megerősítéseket alkalmaztunk munkanapunk tökéletes eredményéért, ez az isteni befejezés ideje. Az isteni szeretet és bölcsesség készművei jelennek meg ezen a napon. A könyvelő és én gyakran megerősítettük a pénzügyek okán, ez az isteni befejezés ideje az isteni szubstancia és kínálat kész eredményei most megjelennek. A gyülekezeti vezetőség tagjai gyakran csatlakoztak hozzám, és az egész szolgálatra kijelentettük, eljött Isten országa, és Isten legfőbb jó akarata most e szolgálat minden szakaszában megvalósul. Az igenlő parancsidőszakaink mindig kielégítő eredményeket hoztak. Írd le megerősítéseidet! Talán olyan helyzetben vagy, amikor úgy tűnik, kevés a magánélet a parancs törvényének verbális használatához. Ebben az esetben írd le újra és újra az állításaidat. Egy sikeres üzletember, előadó és író mesélte egyszer, hogyan kezelte a helyzeteket évekkel ezelőtt, miután megismerte a parancsjogot. Olyan munkát végzett, amivel nagyon elégedetlen volt szeretett volna más területekre is terjeszkedni, nagyobb kompenzációt kapni, és szabadon írni, előadásokat tartani és utazni a munkájával kapcsolatban. Ráadásul akkoriban nagyon vékony volt és rossz egészségi állapotban volt. Otthoni élete is pocsék volt és emiatt is elégedetlen volt. Valójában ennek az embernek a világának minden szakasza felemelésre szorult. Meg volt győződve arról, hogy a parancs törvénye mindezt megváltoztathatja, de mivel a családja nem volt érdekelt egy ilyen új ötlet kipróbálásában, rájött, hogy némán kell gyakorolnia a megerősítéseket. Mivel úgy érezte, hogy ez nem lesz teljesen sikeres, az az ötlete támadt, hogy leírja őket. Minden este csendesen visszavonult a szobájába, kihegyezett ceruzákkal és papírlapokkal. Ott több százszor írta le azt a nyilatkozatot, amellyel le akarta nyűgözni az elméjét. Kijelentéseket írt egészségéről, gazdagságáról és boldogságáról. Egy szokatlanul hektikusnak tűnő nap végén több százszor írt megerősítést arról, hogy mi a tökéletes megoldása közte és üzlettársa között keletkezett üzleti nézeteltérése. Újra és újra ezt írta, ez a helyzet nem riaszt el, mert Isten, a szeretet és bölcsesség lelke, velem van, hogy fenntartson és támogasson, és mindent jóvá tegyen. Életemben mindent az Atya gyengét gondoskodására bízok, mert tudom, hogy az ő akarata számomra egészség, boldogság, jólét, lelki kibontakozás és minden jó. Amikor aznap este elaludt, némán újra és újra megerősítette, semmi más nem jöhet az életembe, csak jó, mert Isten a felelős. Másnap reggel nagyon korán telefonált üzlettársa, hogy ki akarja vásárolni a férfinak az üzletrészét. Ezután békésen megegyeztek az eladási árban. A tranzakciót gyorsan lezárták, és ez a férfi szabadon elkezdhetett jobb életet építeni magának és családjának. Egészségi állapota hamar javult, hízni kezdett, később még diétáznia is kellett. Felesége ahhoz hasonló munkát talált, mint ami a házasságuk előtt volt neki. Ahogy férje beleegyezésével folytatta a munkát, az új tevékenység a szabadság, a kiteljesedés és a harmónia érzését eredményezte közöttük. Írásai, előadásai és pénzügyi tranzakciói révén sokan mások egészséggel, gazdagsággal és boldogsággal áldottak meg. Az egész úgy kezdődött, hogy minden este lemert írni több százszor néhány egyszerű szót arról, hogyan szeretné, hogy a dolgok történjenek, ahelyett, hogy azon izgult volna, hogyan jelennek meg pillanatnyilag. Erősítsd meg az egészséghez vezető utat! Nemrég egy barátnőm mesélt nekem arról, hogy a megerősítő parancsok ereje hogyan segített neki visszanyerni egészségét. Nagyon komoly műtéten esett át, ami után orvosa közölte vele és férjével, hogy valószínűleg csak három hónapig fog élni. Férje azonban tudta, hogy a test mennyire érzékeny a gondolat erejére, és hogyan reagál pozitívan vagy negatívan az ember hozzáállására. Amikor hazaértek, a férje azt mondta. Hallottad a három hónapos diagnózist. Elfogadhatod és meghalhatsz, vagy elutasíthatod és élhetsz. De ha élni akarsz, két dolgot kell tenned. Először is abba kell hagynod a műtétedről és a kórházi tapasztalataidról való beszédet. Vége, felejtsd el. Másodszor az életről kell gondolkodnod, erősítened magadban az életet, elvárni, hogy élj. Ezután azt javasolta, hogy naponta erősítse meg. Az isteni egészség jelenjen meg számomra és bennem most. Addig használta ezeket az egyszerű parancsszavakat, amíg csak tudatalatti szokásává nem vált, hogy naponta sokszor gondolja őket. Amikor barátok vagy szomszédok jöttek vagy telefonáltak, a férje mindig azt mondta: Nem beszélünk a műtétéről vagy a kórházi tapasztalatairól. Ennek vége. Jelenleg jó egészségnek örvend. Ez 22 éve volt. Az a hölgy azt mondta nekem, hogy azóta soha nem volt betegnapja. Talán kíváncsi vagy, miért írok a gyógyításról egy jólétről szóló könyvben. A virágzás szó azt jelenti, hogy boldogulni vagy sikerrel járni egy adott cél vagy kívánt cél elérése érdekében amikor a jólétről írok, akkor a teljesség és az egyensúly vágyáról írok az ember életében és ügyeiben. Valójában az élet keveset ér egészség vagy annak előállításának képessége nélkül. A pszichoszomatikus orvoslás, valamint a pszichológia és a pszichiátria mind egyetértenek abban, hogy az elme milyen figyelemre méltó hatalmat gyakorol a testre a betegség vagy az egészség szempontjából. Az állítások lenyűgöznek és inspirálnak. Az egész világ vágyakozik utána, és lenyűgözi őket a parancs jóléti törvénye. Nemrég, amikor egy csoport főiskolai hallgatóval beszéltem, megmutattam nekik a különféle nyomtatott parancsszavakat, amelyeket a spirituális tanácsadók adnak azoknak az embereknek, akik lelki segítségért érkeznek hozzájuk problémáik megoldásának reményében. Ezeknek a csoportoknak talán egy tucat különböző megerősítő állítást mutattam be, elmagyarázva, hogy mindegyik állítás bizonyos típusú helyzetekre és problémákra van. Az előadásom végén az igenlő állításokat az asztalon hagytam, és felkértem a hallgatókat, hogy nézzék meg alaposabban, és ha akarják, vigyék magukkal őket. Meglepődtem, milyen gyorsan rohantak előre az előadás után, és felkapták és elvitték az összeset amikor az egyik diák megemlítette, mennyire aggódik egy aznap délutáni teszt miatt, felajánlottam neki egy megerősítést. Az összes többi hallgató, aki részt vett az előadáson, ott maradt, és leírta a kijelentést, amely így hangzott. Hagyom, hogy az isteni intelligencia gondolkodjon rajtam keresztül. Tudom. Emlékszem. Megértem. Tökéletesen kifejezem magam. Váltalán a parancs törvényére gondolt, amikor azt tanácsolta. Változzatok megértelmetek megújulásával. Róma 12.2. Az állítások valóban tele vannak felemelő és megújító erővel. Egyszer eljött hozzám egy üzletember, hogy elmondja, milyen különféle módokon segítettek az állítások életében és ügyeiben. Kijelentette. Azt hiszem a megerősítés ereje szó szerint megmentette az életemet. Hat hónappal ezelőtt az öngyilkosságon gondolkodtam, amikor eltaláltam az egyik előadásodra, és először hallottam a parancs erejéről. Túl jól hangzott, hogy igaz legyen, de kétségbeejtő anyagi és házassági körülményeim miatt úgy döntöttem, hogy megpróbálom az igenlő utat. Végül is mit veszíthetnék? Ma ismét a világ tetején vagyok, hála a megerősítéseknek. Ez tényleg működik. Alig néhány hete találkoztam egy régi barátommal, aki olyan lehangoltnak tűnt, mint én hat hónappal ezelőtt. Azt mondta, tudod, nem értem, hogyan folytathatnám. Számomra az öngyilkosság tűnik az egyetlen kiútnak. Ha boldog, optimista és győztes életszemléletem lenne, milyen boldog lennék. Azt válaszoltam, néhány hónappal ezelőtt majdnem megtettem, amiről beszélsz, de megtanultam az igenlő gondolkodást és cselekvést. Ez talpra állított, és most újra a siker útján vagyok. Ezután depressziós barátomnak adtam néhány nyomtatott megerősítést, amelyek segítettek neki a siker elérésében. Bár a sok használat miatt kissé megkopott a szélük, a barát hálás volt értük. Nemrég ismét találkoztam a barátommal, aki azt mondta, köszönöm ezeket a kijelentéseket. Engem is talpra állítottak. Nem értem, hogy néhány szó hogyan változtathatja meg egy ember egész életét, de az enyémet mindenképpen megváltoztatta. Megkaphatod Isten bármely gazdag javait, amiért hajlandó vagy megfizetni a napi megerősítés és parancs árát. Nincs könnyebb vagy kellemesebb módja annak, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat, és elindulj a sikerhez vezető királyi úton. Valójában azzá válsz, ami lenni szeretnél, ha megerősíted, hogy már az vagy. Azt javaslom, hogy ez legyen a jólét három lépéses képletének utolsó fázisa. Először is naponta írd le a jegyzeteidet a kívánt jóról. Másodszor képzeld el mentálisan a sikeres eredményeket. Harmadszor, bátran és szándékosan erősítsd meg és parancsold meg a sikeres eredmények megjelenését. Ha minden nap kitartóan követed ezt a három egyszerű lépést, nem tudod megállítani, hogy a javad beáradjon az életedbe. Hetedik fejezet A növekedés jóléti törvénye Eljött az idő, hogy lazíts és élvezd az előző fejezetekben tanultakat. Valóban eljött az idő, hogy úgy viselkedj, mintha egy teljes értékű virágzó gondolkodó lennél, mert mire eljutsz ehhez a fejezethez, már tényleg kezdesz azzá válni. És most készen állsz a növekedés jóléti törvényére. A növekedés törvényének használata könnyű és kellemes. Először is a gazdag gyarapodás hozzáállásának kialakítása és fenntartása mindennel és mindenkivel szemben. Más szóval, legyen a fő gondolatod, amikor magadra és másokra gondolsz, a gazdagság, a jólét, a siker és a győztes jó gondolata. Csak azzal, hogy gazdagnak, sikeresnek, virágzónak és győztesnek gondolod magad és másokat, hozzájárulsz ahhoz, hogy azzá válj. Amikor kapcsolatba lépsz másokkal levélben, telefonon vagy személyesen, gondolj rájuk a megnövekedett jóval. Ha megadod nekik gazdag gondolataid előnyeit, az óriási lépés a felé, hogy azzá váljanak. Lehet, hogy nincsenek tudatában annak, hogy jót gondolsz róluk, de ösztönösen befogadják. Gyakran valami gazdag és boldogító módon válaszolnak is neked. A növekedésre való gondolás megfordítja a dagáit. Nem hiszem, hogy a börtön ideális hely egy virágzó gondolkodó számára, de egy férfi, akit egyszer bebörtönöztek, úgy döntött, hogy a legjobbat hozza ki a helyzetből. Miután megbízhatónak minősült a börtönben, alkalmanként telefonálhatott, és néha felhívott engem, és beszámolt az előrehaladásáról. Egy nap nagyon izgatottan hívott azzal, hogy a börtön központi irodájába jó lenne egy légkondicionáló. Elképzelte, megerősítette és megköszönte, hogy így lesz, hiszen az ott dolgozók kedvesek voltak hozzá, és szerette volna kényelemben és boldogan látni őket. Pár héttel később elújságolta, hogy az iroda végre kapott légkondicionálót, és ha a börtönben szerzett tapasztalataiból más jó nem is származott, legalább úgy érezte, hogy ez a megnövekedett jótékonyság az irodai csapat számára jelzi, hogy a virágzó gondolkodás milyen boldogító eredményeket hozhat. Milyen gyorsan változnak a dolgok az emberek számára, miután elkezdenek boldogítóan gondolkodni magukról és másokról. Egy nő, aki 18 éve házas, elkezdte alkalmazni világában a növekedés jóléti törvényét. Levelet kapott egy férfitól, akinek még a házassága előtt dolgozott. Azt írta, hogy amikor férjhez ment, sajnos éppen pénzügyi problémái voltak, ezért nem tudott tisztességes nászajándékot adni neki. Most, hogy sikeres lett, úgy döntött, bepótolja a dolgot, és szép ajándékot küld neki és a férjének a 18. házassági évfordulójukra. Egy nő a város egyik szegény részében hallotta virágzó gondolkodásról, és elkezdte szomszédjainak és saját magának is a gyarapodás gondolatának előnyét adni. Néhány napon belül postán jött egy csekk 125 dollárról, ami óriási összegnek tűnt a lány számára. Egy biztosítótársaságtól származott, amely elmagyarázta, hogy a nyolc évvel korábban meghalt nővére hagyatékának része. Egy ember, aki ismeri a növekedés törvényét, ezt folyamatosan használja hitelügyintézői munkájában, hogy beszedje a cég tartozásait. Nem csoda, hogy tavaly ő vezette a gyűjtéseket az egész cég számára, amelynek irodái vannak szerte délen az egyik ügyfél több ezer dollárral tartozott a cégének, amit senki sem tudott behajtani. A számla akkora volt, hogy a cég egyik tisztviselője egy másik állam irodájából érkezett, hogy kivizsgálja a számla beszedését. A hitelügyintéző azt mondta a cég illetékesének, mielőtt meglátogatták az ügyfelet, az egyetlen módja annak, hogy ezt a pénzt összeszedjük, ha kedvesek, udvariasak vagyunk és pozitívan beszélünk vele. Vissza kell állítanunk az önmagába vetett hitét, meg kell mutatnunk neki, hogy úgy gondoljuk, hamarosan teljes egészében ki tudja fizetni ezt az összeget. Alkalmaznunk kell a növekedés gondolatát. A kritika nem vezet sehova. Így, amikor ezzel az ügyféllel beszélgettek, a belévetett hitükről beszéltek, és arról, hogy ki tudja fizetni és ki is fogja fizetni a tartozást. Néhány nappal később ez az ügyfél berohant a hitelügyintéző irodájába, az első fizetéssel a számláján, hónapokig tartó nem fizetés után. Kijelentette, azon a reggelen, amikor besétált az irodámba, annyira rosszul éreztem magam, mert hatalmas kudarcot vallottam az üzleti ügyeimben. Ha kritizált volna, azonnal feladom, és csődöt mondok. De ön olyan kedves volt hozzám, és annyira pozitív volt a hite, hogy az üzletem megmenthető, ez adott nekem is bátorságot, hogy elhiggyem. És már is eljött a fordulópont. Mindig a növekedés vagy csökkenés törvényét alkalmazod. Minden ember arra törekszik, hogy gyarapodjon élelmiszer, ruházat, jobb otthon, több szépség, tudás, szabadidő, élvezet, luxus, több elégedettség a munkájában, több jó legyen mindenben. És jogosan, mert ez isteni vágy. Így a megnövekedett jó iránti normális vágyat nem szabad elítélni vagy elnyomni. Isteni és a kifejeződés isteni szintjeire emelhető a virágzó gondolkodás spirituális törvényei révén. Milyen csodálatos a növekedés törvényét használni a csökkenés negatív törvénye helyett. Amikor az emberek kritizálnak, elítélnek és lekicsinyelnek másokat, gyakran nem veszik észre, hogy az elme cselekvésének törvénye révén azt kérik, hogy ugyanazok a dolgok történjenek velük. Soha ne pazarold az idődet azzal, hogy önmagadat vagy másokat a csökkenés gondolata felé fordíts. Az önzetlen jó, amit kiküldesz, meg sokszorozva jön vissza hozzád, és ennek megfelelő élményeket fog előidézni saját életedben. Egy acélgyári sztrájk során két férfi bizonyította a növekedés törvényét. Az egyik, aki csontkovács, nem volt hajlandó a nehéz időkről beszélni, és nem volt hajlandó meghallgatni páciensei ilyen beszédeit. Annak ellenére, hogy irodája és praxisa a sztrájk terület közelében volt, nem messze az acélgyártól, állandóan növekedésről, jólétről és sikerről beszélt. Egyik este részt vett a helyi csontkovácsok egyesületének havi ülésén, ahol a legtöbb jelenlévő férfi elmondta, milyen nehéz időszakon mennek keresztül a praxisukban a sztrájk miatt. Végül valaki megkérdezte a tapasztalatáról, és ő lenyűgözte a csoportot, amikor azt válaszolta: Az én praxisom soha nem volt jövedelmezőbb. Nem vagyok hajlandó nehéz időkről beszélni sem egy sztrájk alatt, sem pedig máskor. Rájöttem, hogy a virágzó gondolkodás ereje mindent megváltoztathat. A sztrájk területen tartózkodó ügyvéd ugyanebben az időszakban szintén a növekedés törvényét alkalmazta. Munkatársai az ügyvédi szakmában folyamatosan azt hangoztatták, hogy milyen rossz az üzlet, és hogy a praxisuk akadozik. Ez az ember úgy döntött, hogy nem akar ebbe a korlátozott gondolati állapotba kerülni, ezért inkább pozitívan gondolkodik. Egyik este így imádkozott, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Pásztorom, és jobbat nem is akarhatnék magamnak. Tudom, hogy ezek az acélgyárak voltak a fő ügyfeleim, de azt is tudom, hogy Neked sok ügyfeled van, akiknek szükségük lehet a jogi segítségemre. Bízom benned, hogy új, gazdag ügyfeleket adsz, akiket kiszolgálhatok. Ebben az időben négy nagyvállalati ügyfele volt, akik a legnagyobb bevételi csatornái voltak. Hamarosan három vállalati ügyfél további üzletet adott neki, ami további bevételt hozott. Számos más vállalati ügyfél több legális üzletet biztosított számára, mint az acélgyárak valaha. Így gazdagon volt ellátva abban az időszakban, amikor a legtöbben a csökkenés törvényéről beszéltek, és azt az eredményt kapták. Idézd meg a növekedés törvényét egyszerű módokon. Számos egyszerű módon hívhatott segítségül a növekedés törvényét. Arcátlanul pozitívan kell beszélned önmagadról és másokról. Lelki szemeiddel látnod kell a növekedést, és cselekedned kell az érdekében. Jegyzeteket kell írnod a növekedésről, és látnod kell magad előtt a képét, és szavakkal meg kell erősítened a gazdagságot. Az ószövetségi Nehémiás volt az, aki a gyarapodás törvényét használta fel Jeruzsálem falainak újjáépítésére, miután a zsidók visszatértek Babilóniából. A perzsa király pohárnokja, Nehémiás kieszközölte a királytól az anyagokat és a munkaerőt Jeruzsálem falainak újjáépítéséhez, de hamarosan rájött, hogy ellenséges törzsek szállták meg Jeruzsálemet, miközben a zsidók számüzetésben voltak. Nehémiásnak két csapatot kellett szerveznie, egyet Jeruzsálem falainak építésére, egyet pedig az ellenséges törzsek elleni harcra. A falakat 52 nap alatt újjáépítették, miután Nehémiás megerősítette, maga a menny istene ad nekünk sikert. Nehémiás 2.20 a legtöbben inkább a csökkenés törvényét alkalmazzuk, mint a növekedés törvényét, ami késlelteti jólétünket olyanok vagyunk, mint Izrael fiai, akik inkább 40 éven át az ígéret földjének határán maradtak, amikor akár bemehettek volna az állítólag tejjel és mézzel folyó Kánaán földjére is. Talán Józsué és Káleb az Ószövetség két legvirágzóbb gondolkodója. A tizenkét hírnök közül, akiket Mózes küldött, hogy felderítsék az ígéret földjét, csak ők ketten tértek vissza gazdagságról és hatalmas szőlőfürtökről beszélve. Amikor a többi hírnök arról számolt be, hogy a föld gazdag, de harcias törzsek lakják, Józsué és Káleb magabiztosan hozzátette a helyzethez a növekedés törvényét, kijelentve, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. Mózes 13.30 De a többség ellenezte ezt a tervet, ezért kívül maradtak. Évekkel később, amikor végre bementek az ígéret földjére, rájöttek, hogy ezek a harcias törzsek nem olyan nagyok, mint az óriások, ahogyan arról korábban beszámoltak nekik, és felfedezték, hogy Jerikó népe épp úgy fél tőlük, mint ők a Jerikóiaktól. Jerikó népe látta a jordán folyón túli tábortüzeik füstjét, és attól tartottak, hogy százezrek lehetnek, nem pedig csak negyven ezren. Így a héberek felfedezték, hogy azok, akiktől féltek, félnek tőlük. Azzal, hogy haboztak bemenni és követelni a javukat, csak meghosszabbították a vadonban való tartózkodásukat. Végül szembe kellett nézniük a helyzettel, és úrrá kellett lenniük rajta. Ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Ha a csökkenés törvényét használod és korlátozod a javadat, soha nem vagy elégedett a korlátozott eredménnyel. Végül el kell kezdened alkalmazni a növekedés törvényét. Akkor miért ne tedd meg az elején, és lépi be a nagyobb jó ígéret földjére, ahelyett, hogy a hiány a szükség és a nélkülözés pusztájában maradnál? Gondolj mások növekedésére. Minden tevékenységeddel a növekedést kell közvetítened, hogy mindenki megkapja ezt a gazdag benyomást. Amikor írsz, telefonálsz, gondolsz vagy találkozol másokkal, gondolj családodnak, ismerőseidnek, üzleti partnereidnek, barátaidnak, a világ vezetőinek, minden embernek a megnövekedett javára. Mondd ki nekik, Isten mindenható javainak gazdag gyarapodásával áldalak meg benneteket. Beszélj bátor szavakkal a hitről, a bizalomról és növeld őket közvetlenül is. Néhány szó mások érdekében is csodákra képes. Egy nyugalmazott katonatiszt nemrég azt mondta nekem. Nem tudod, mennyit segítettél nekem néhány évvel ezelőtt, amikor rosszul éreztem magam, és az öngyilkosság szélén voltam. A szavaid megváltoztatták gondolkodásom és életem dagáját. Amikor visszagondoltam, rájöttem, hogy az egyetlen dolog, amit mondtam ennek az embernek, ez volt. Nem vagy túl öreg ahhoz, hogy újra kezd az életet. Sikeres voltál a múltban, és újra sikeres lehetsz. Vegyél új lendületet az életben, mert megvan minden, ami a sikerhez kell. Gyakran beszélj a megnövekedett jó szavaival másoknak. Talán soha nem tudhatod, mennyit jelent, de az eredmények megmutatkoznak. Amikor valakiről beszélsz, csak a sikeréről beszélj. Ha ismersz valakit, aki a múltban sok hibát követett el, járulj hozzá a kibontakozó sikeréhez azzal, hogy figyelmen kívül hagyod a múltját, és csak a jelen javait hangsúlyozod. Így módon nem csak a megnövekedett jó téteményhez járulsz hozzá, de biztos lehetsz benne, hogy a csontvázak a te saját szekrényedben is kevésbé fognak csörömpölni. Gondolj a növekedésre! Ugyanígy gondolj a növekedésre! Meg tudod csinálni, ha úgy érzed, hogy egyre sikeresebb vagy, és segítesz másoknak is ebben. Minden cselekedetednek, hangnemednek és pillantásodnak a sikercsendes, gazdag biztosítékát kell mutatnia. Nincs szükség szavakra, hogy meggyőz másokat a sikeredről, ha a gazdagság érzését ülteted el lelki légkörödben. Ezt követően kisugárzik belőled, és tudat alatt közli másokkal. Az üzleti tranzakciók kapcsán és egyéb esetekben is kapcsolatba akarnak lépni veled, mert tudat alatt és tudatosan egyaránt részesülni akarnak a gazdagság, a siker és a jólétérzéséből, amelyet te sugárzol. Csupán azáltal, hogy csendesen dolgozol a gazdagság, a siker és a jólétérzésén olyan boldogító gondolkodású embereket vonzol magadhoz, akiket korábban soha nem láttál, és akik a te ügyfeleid, üzlettársaid és barátaid lesznek az emberek öntudatlanul oda mennek, ahol a növekedés légköre uralkodik. Az üzlet gyorsan bővül, és sok gazdag áldás áramlik ki belőle. Miközben másoknak adod a növekedés gondolatát, és csendesen foglalkozol vele saját elméd mélyén, mások vonzódnak hozzád, és automatikusan boldogulnak. Meri hagyatkozni a növekedés törvényére minden olyan módon, ami felfedi magát előtted, kicsiben és nagyban egyaránt. Nemrég egy háziasszony beszélt arról, hogyan segített kirángatni férjét a pénzügyi válságból azzal, hogy minden nap azt mondta neki, amikor hazatért a munkából. Most mondj el, kedvesem, minden jót, ami ma történt veled. Mindketten meglepődtek, amikor látták, mennyi jó történt, és mennyi mindenért kell hálásnak lenniük. Gondolkodásuk hullám a kudarcból sikerbe fordult. Bármi, amit mondhatsz, hogy segíts magadnak vagy másoknak a jólétérzését elnyerni, megéri az időt és az erőfeszítést. Kerüld a nehéz időkről szóló beszédet. Ne gondolkoz, ne beszélj vagy cselekedj más módon, csak boldogítóan. Ne engedd, hogy mások más módon, csak is boldogítóan beszéljenek veled. Ne olvass el semmit, és ne vegyél komolyan semmit, amit nyomtatnak vagy mondanak, ami ellentétesnek tűnik a virágzó gondolkodásmóddal. Ha összekevered gondolataidat, kereszt áramlatokat állítasz fel, amelyek semlegesítik a jólétre irányuló erőfeszítéseidet. Ahhoz, hogy tartósan boldogulj, meri más lenni. Nem szabad idegesnek lenni, amikor az emberek nehéz időkről beszélnek. Ne csatlakozz a szomorú kórusukhoz, ha csak nem akarod magad is átélni a nehéz időket. Ehelyett jelentsd ki a látszólagos nehéz idők előtt, az isteni helyreállítás zajlik. A jót, amit a hiány sáskái megettek, istenileg helyreállítják. A kiigazítás és egyensúly isteni törvénye tökéletes munkáját végzi az isteni kiigazítás és egyensúly törvénye univerzális törvény, és te segíthetsz ennek a kiegyensúlyozó tényezőnek a javára működni boldog lelki állapotoddal. Ez a gazdag áldások és a nagy jólét időszaka lehet számodra, mert ahogy az eladó kijelentette, aranypor van a levegőben. Egy eladónő nemrég rámutatott, hogy a nehéz időkben mit tehet a beszéd. Mesélt egy munkatársáról, aki folyamatosan a hiányról, a recesszióról, a nehéz időkről beszélt. Érthető, hogy ez az alkalmazott nem teljesítette az értékesítési kvótáját. A helyett, hogy a jólétre gondolt volna, ebédidejét a városban barangolva töltötte, és más kudarcos emberekkel beszélgetett. Amikor minden nap ebéd után visszatért eladói munkájához, mindig ugyanazt mondta. Városszerte jártam a boltokban. Az üzlet szörnyű. Senki nem ad el semmit. Az eredmény? Nos, a nő, akinek oly gyakran mondta ezeket a dolgokat, nem volt hajlandó elfogadni a nehéz idők gondolatait, mert ismerte a virágzó gondolkodás erejét. Ahogy hagyatkozott rá, eladásai magasak maradtak, és rendszeresen megjelentek a jutalék csekjei. De a nő, aki mindig a nehéz időkről beszélt, nem kívánt eredményt kapott. Egy nap az üzlet vezetője behívta, és részmunkaidős állásba helyezte, bár teljes munkaidőben akart dolgozni. Hozzáállásoddal kézzelfogható eredményeket hozhatsz, és hozol is. Ez a hölgy bebizonyította, de rossz irányba. Gondolkoz pozitívan, Charles Fillmore megmutatta, hogyan használhatjuk a növekedés törvényét, amikor a körülöttünk lévők a csökkenés törvényét használják. A szellemi anyag, amelyből minden látható gazdagság származik, soha nem merül ki. Mindig igazad van, és a szellemi anyag mindig reagál a belévetett hitedre és a vele szemben támasztott igényeidre. Nem befolyásolja a nehéz időkről szóló tudatlan beszédünk, bár hatással van ránk, mert gondolataink és szavaink irányítják demonstrációnkat. A kimeríthetetlen erőforrás mindig kész adni. Öntsd a hit élő szavait a mindenütt jelenlévő éterekbe, és boldogulni fogsz, még akkor is, ha a világ összes bankja bezárja kapuit. Fordíts gondolkodásod nagy energiáját rengeteg pozitív dologra, és bőven lesz benne részed, függetlenül attól, hogy az emberek mit mondanak vagy tesznek. Egy üzletember nemrég azt mondta egy bankárnak, aki megpróbálta megbeszélni vele a nehéz időket. Rengeteg pénz van a világon, bőven van gazdagság, és rengeteg gazdag erőforrást kell fejleszteni és kiaknázni. Nem vagyok hajlandó másban hinni, csak a gazdagságban és a jólétben, magamnak, neked és az egész emberiség számára. A bankár megrázta a fejét, és azt mondta: Te vagy a legoptimistább ember, akit ismerek. Majd jókora összeget kölcsönadott ennek az üzletembernek, amivel ez az ember bebizonyította, hogy gazdagság és jólét jár mindenkinek, aki jól gondolkodik, és aki jólétet váró szavakat használ. Őrizd meg és használt helyesen a létező anyagot boldogulásod érdekében, gondolataid, érzéseid koncentrálásával. Kapcsolódj hozzá és tevékenykedj a jólétért, ne pedig a kudarcért és a hiányért. Várhatóan gyarapodni fogsz. Kezdj el pozitívan gondolkodni és beszélni, és nem máshogy. Emlékeztesd magad gyakran arra, hogy a szétszórt, tétlen gondolatok, szavak és elvárások szétszórt, tétlen, szegénység sújtotta eredményeket hoznak. Köst a jólétről alkotott mentális képedet a siker gazdag csillagához, és tart is ott. Győzd le a csüggedést és a csalódást! Amikor kísértést érzel, hogy elcsüggedj a nagyobb jólét felétett erőfeszítéseidben, emlékeztesd magad arra, hogy az emberi faj általános hiedelmei szerint gondolkodni könnyű és haszontalan. De jólétben gondolkodni, a látszat ellenére, minden erőfeszítést megér, mert gazdag eredményeket hoz. Az egyik szerkesztő gyakran mondta nekem, ne feled, Ketrin, a többség mindig téved. Egy másik módja annak, hogy a növekedés törvényére hagyatkozzunk, és így elkerüljük a csökkenés törvényének kicsinyességét és pusztító voltát, ha edzünk arra, hogy soha ne csalódjunk. Ha bizonyos dolgok bizonyos várható időpontokban nem úgy jönnek be, ahogyan szeretted volna, ne tekintsd kudarcnak. Mivel nem kaptad meg ezt a dolgot, ehelyett szilárdan kitarthatsz abban a hitben, hogy valami sokkal jobb van úton, és a megfelelő időben megjelenik. Amikor úgy tűnik, kudarcot vallasz, emlékeztesd magad arra, hogy ez azért van, mert nem kértél elég nagyot. Bővítsd nézőpontjaidat és elvárásaidat, és minden bizonyal az eredetileg vártnál nagyobb válasz érkezik. A kudarc nem más, mint ösztönző, hogy megpróbáljunk nagyobbra születni. A legtöbb látszólagos kudarc csak kitérő a győzelem felé. Kerüld a sietséget amikor a növekedés törvényére hagyatkozol, ne feledd, hogy az élet virágzó síkján nincs sietség, erőszak vagy lökés, és nincs hiánya lehetőségekből sem. Minden nap tegyél meg mindent a sikerért, amit megtehetsz, de tedd ezt a lehető legnyugodtabban, felesleges sietség, aggodalom és félelem nélkül. Menj, amilyen gyorsan csak tudsz, de ne siess! Abban a pillanatban, amikor elkezdesz kapkodni, megszűnik a gondolkodásod virágzása, és félelembe esel, ami a kudarc előfutára. Amikor azon kapod magad, hogy sietve próbálod kikényszeríteni az eredményt, állj le! Összpontosítsd figyelmedet annak a dolognak a mentális képére, amin dolgozol, majd kezdj el hálát adni, amiért megkapod, és Isten csodálatos módján valósítod meg. Egy ismerősöm azt mondja, hogy amikor úgy érzi, hogy rettenetesen sok dolga van, nem tesz semmit. Ehelyett elmegy egy kicsit pihenni, meginni egy csésze kávét és visszanyerni az egyensúlyát, ami után általában kétszer annyit tud teljesíteni fele annyi idő alatt. De tiltakozhatsz, hogyan tehetném ezt meg, amikor olyan emberek között élek, akik nem ismerik a jóléti gondolkodás törvényeit, és állandóan megpróbálnak siettetni, amikor titkárnőként dolgoztam az üzleti világban, tudtam milyen ilyen helyzetben lenni. De azt is felfedeztem, hogy egy ember, aki használja a jóléti gondolkodás erejét, jobban tudja irányítani a helyzetet, mint egy egész sereg kapkodó, zaklatott ember, akik hiába való rohanásban szórják szét hatalmukat. Ilyenkor mond ki gondolatban, béke, maradj csendben, és várd meg, hogy a körülötted lévő légkör észszerű ütemben lecsillapodjon. Szabadulj meg a kicsinyes gondolkodástól! Ne vesztegesd az idődet haragra, még azokkal szemben sem, akik igazságtalanul bántak veled. Útközben ilyen emberekkel fogsz találkozni, miközben a siker felé haladsz. Mások, akik nem érik el az osztályzatot, megpróbálnak középszerű szintjükre szorítani, de nem tehetik meg, ha nem vagy hajlandó meghallani és meglátni, amit mondanak vagy tesznek senki sem tarthatja távol tőled a sikeredet és a jólétedet, csak te magad. Ha úgy tűnik, hogy egyesek megpróbálnak egy időre eltántorítani, sőt sikerül is nekik, ne felejtsd el, hogy a siker végtelen ajtói nyílnak meg előtted, végtelen módokon és eszközökkel arra, hogy javadat biztosítsák. Ha egy ajtó bezárul, tudd, hogy vannak nagyobb és jobb ajtók, amelyek megpróbálnak kinyílni. Ne szorulj be a félig tárt ajtóba! Hagyd bezárulni. Készülj fel az új ajtókra, amelyek egészen ki akarnak nyílni előtted. Megszabadulhatsz a másokra vonatkozó kicsinyes gondolkodásodtól, és megszabadulhatsz mások kicsinyes gondolkodásától is, ha kijelented, nem vagyok hajlandó kritizálni másokat, Istenhez fordulok, kérem irányítását, és boldogulok. Hasonló módon mások sem hajlandók kritizálni engem. Ehelyett Istenhez fordulnak, kérik az ő irányítását, és ők is boldogulnak. Mindenkire sok siker és jólét vár. Soha ne legyél csalódott, csügget vagy ideges attól, amit mások mondanak vagy tesznek, hogy visszatartsanak, vagy elvegyék tőled a javadat, miközben a virágzó gondolkodáson keresztül emelkedni kezdesz. Hosszú távon nem árthatnak neked, csak saját maguknak. Ehelyett érezd hízelgőnek, ha az emberek bármilyen módon megpróbálnak lenyomni vagy megsemmisíteni. Biztos jele annak, hogy végre sikerrel jársz, és ezt mások is észreveszik. Ilyenkor vegyél egy mély levegőt, adj hálát, hogy most megnyilvánul a sikered, és tekintsd dicséretnek, ha mások kritizálnak, vagy megpróbálnak lehúzni. Kétségtelenül van benned valami, amit titokban csodálnak, és úgy érzik, hiányzik magukból, különben nem éreznék elég élesen a hiányt ahhoz, hogy nehezteljenek, ha az ellentétét találnák benned. Állítsd be az új határaidat! Mindezek a módszerek és attitűdök a növekedés jóléti törvényének részét képezik. Miközben létfontosságú módon gondolkodsz ezen a lenyűgöző törvényen, tovább fogod tökéletesíteni a saját kifejezési módjaidat és eszközeidet, tekintettel saját egyéni körülményeidre. Azt javaslom, kezd el alkalmazni a növekedés törvényét ezekkel az ötletekkel. Most tökéletes egészséget, bőséges jólétet és teljes és tökéletes boldogságot tapasztalok. Ez igaz, mert a világ tele van elbűvölő emberekkel, akik most mindenben szeretettel segítenek nekem. Most angyalok társaságába kerültem. Most a legszélesebb körben hasznos, kellemes, érdekes és kielégítő életet élek. Saját megnövekedett egészségemnek, gazdagságomnak és boldogságomnak köszönhetően most képes vagyok másoknak segíteni abban, hogy a legszélesebb körben hasznos, kellemes, érdekes és kielégítő életet éljenek. Az én javam, a mi javunk, egyetemes. A te jód olyan gyorsan jön létre, ahogyan jó szavaid elhangzanak. Merj a növekedés törvényére hivatkozni az itt említett gyakorlati módokon ahogy ezt teszed, gondolataid, imáid, szavaid és a megnövekedett jóra vonatkozó elvárásait körbejárják a földet, és akár a világűrbe is eljuthatnak. Valóban, részese leszel az egyetemes jó új határának, amely most átível ezen a bolygón. Nyolcadik fejezet Jó módú hozzáállás a pénzhez Nemrég egy barátom küldött nekem egy képeslapot, amelyen ez állt: Gazdag vagy, vagy szegény, jó, ha van pénzed. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben egyetértünk. Csodálatos dolgokat írnak a pénzről, és arról, hogy még többet birtokolhatunk és élvezhetünk belőle. Például azt jósolták, hogy nemzetgazdaságunk 1970-re 50%-kal gazdagabb lehet, ami egyértelműen tükrözi egyéni jólétünk növekedésének lehetőségeit. A közelmúltban arra is felhívták a figyelmet, hogy a második világháború óta több vagyont kerestünk, mint bármely összehasonlítható időszakban. Az Internal Revenue Service adatai szerint még mindig áradnak be a vagyonok. Egy író nemrégiben azt írta, még mindig kereshetsz egy milliót. Egy másik merészen kijelentette, jobb az esélye, hogy milliómos légy, mint gondolnád. A jólétben gondolkodó emberek életét és tapasztalatait tanulmányozva látod, hogy barátságosan viszonyulnak a pénzhez. Mindazonáltal rájössz, hogy az általánosabb hozzáállás az, hogy valami nincs rendben a pénzzel és a jóléttel. Néhány hónappal ezelőtt vendégelőadó voltam egy klub ebéden, amelyen egy kórházi vezető kapott egy csekket, hogy segítsen berendezni kórháza új szárnyát. A csekkészhez vételekor az ügyvezető kijelentette, nem a pénz a fontos. A klubtagok szeretete és érdeklődése az új kórházi szárny iránt, az ami igazán számít. Valahogy azon töprengtem, vajon felfogta-e mit mond valójában, mert az első reakcióm, ami gyanítom, hogy sokaknak néma reakciója volt, az volt, ha a pénz nem fontos, miért van itt ez az ember. Nagyon ügyes és elfoglalt vezető, és azon tűnődöm, vajon eljött volna-e ezekkel a hölgyekkel ebédelni, ha csak azt mondják neki, hogy lenyűgözte őket a kórházbővítési program. Bizonyára ezt az embert gyerekkorában megtanították arra, amit sokunknak tévesen tanítottak, hogy nem szabad kimutatni, hogy szeretjük a pénzt. Ha figyelmesen hallgatod az emberek beszélgetéseit, rájössz, hogy ez egy általános hozzáállás. Az emberek gyakran egy lélegzetben lebecsülik a pénz fontosságát, de elismerik, hogy nagyon keményen dolgoznak azért, hogy megszerezzék. Nem veszik észre azt a keresztáramlatot, amelyet gondolkodásukban felállítanak, ami viszont semmisé teszi erőfeszítéseik nagy részét. A pénzről való ilyen gondolkodás révén kereszt célok mentén dolgoznak, és gyakran keresztezett eredményt tapasztalnak. A pénz isteni dolog. Soha nem felejtem el, amikor lelkészként először tartottam előadást a sikeres élethez szükséges pénz fontosságáról. Amikor kijelentettem, hogy a pénz csodálatos, mert isteni anyag, hogy a pénz jó, ha helyesen használják fel, az első sorban ülő hölgy úgy zihált, hogy majdnem kiesett a székéből. Amikor azt mondtam, a pénz isteni, mert a pénzisten javainak kifejeződése, majdnem elájult. Azért jött el erre az előadásra, mert azt akarta, hogy nagyobb jólét legyen az életében. Amikor azonban a pénzt a jólét legális formájaként említettem, az teljesen megdöbbentette. Az előadás után a gyülekezeti vezetőség egyik tagja sarokba szorított, és azt mondta, nem gondolod, hogy egy kicsit túlságosan határozottan fogalmazod meg azt, hogy a pénz azért jó, mert az Isten javainak kifejeződése. Azon kaptam magam, hogy azt válaszolom, remélem, elég határozottan fogalmaztam, úgy akartam. Az igazgató tanács tagja ekkor azt mondta: Igen, de annyira sokkoltad azt a hölgyet az első sorban, hogy lehet, hogy soha többé nem jön vissza. A válaszom pedig ez volt: ha megdöbbentettem őt, az kétségtelenül azért történt, mert valami régi, téves elképzelést a pénzről ki kellett zökkenteni a gondolkodásából, ahogyan nekünk is. Ezután rámutattam arra, hogy a jólét szellemi és mentális alapelvei tanításának teljes célja az volt, hogy segítsek az embereknek megtanulni Isten jó igazságát, mi szerint a jólét az Isteni örökségük, hogy megszabaduljanak a kudarctól, a szegénységtől és a hiány minden egyéb bűnétől. Rájöttem, hogy a folyamat néha sokkoló tud lenni. A következő előadáson a hölgy az első ülésen ült. Az egyetlen különbség, amit észrevettem a hozzáállásában, az az volt, hogy egy kicsit közelebb húzta a székét az előadói emelvényhez, és boldogan várta a további sokkoló igazságokat a jólétről. Miután számos előadáson részt vett, jelentősen megnyugodott a jólét előnyeit és hátrányait illetően. Aztán idővel odajött hozzám, és bevallotta, hogy amikor először kezdett eljárni a jóléti előadásokra, élete és dolgai anyagilag és egyéb szempontból is borzasztó állapotban voltak. A férje elhagyta, gyermekei mintha ellene fordultak volna, orvosa azt jósolta, hogy hamarosan idegösszeomlása lesz, jó állása volt, de úgy tűnt, a pénze soha nem elég, és nem tudott kijönni a munkatársaival sem, még egy az előző munkahelyével kapcsolatos perbe is belekeveredett. De ahogy hétről hétre elkezdett új gondolatokat táplálni a jólétről és a sikeres életvitelről, az egész hozzáállása megváltozott, ahogy az életmódja is. Nem sokára a férje visszatért, fokozatosan harmonikusabb kapcsolatot tudott kialakítani gyermekeivel, nem volt idegösszeomlása, a korábbi munkahelyére vonatkozó pert csendesen és békésen perenkívül rendezték, és kezdett örömet és elégedettséget találni a munkájában. Valóban nem sokára átalakult egyéniségnek tűnt, és minden azon a napon kezdődött, amikor megváltoztatta a pénzről való gondolkodását. A legtöbb ember érzékeny a pénzkereseti lehetőségére. A legtöbb esetben az ember pénzkereseti képessége megnő, ha a pénzhez való hozzáállása pozitív és barátságos lesz. A néhai Mike Todd volt az, akit idéztek, soha nem voltam szegény, csak összetörtem. Szegénynek lenni egy lelki állapot. Az, hogy összetört, átmeneti helyzet. Jó hír a pénzről. Sokan összezavarodnak a pénzhez való helyes lelki hozzáállást illetően, mert van néhány dolog, amit Pál írt a témában, és talán az az egyik leginkább félreértett bibliai rész a pénzről, ami a Timóteusnak szóló figyelmeztetésében található, hogy minden rossznak gyökere a pénz szeretete. Timóthus 6, 10 Ennek a szakasznak a közelebbi tanulmányozása azonban feltárja, miért tette Pál ezt. Pál Timóteust bízta meg a korai keresztények munkájával Efézusban, egy kis ázsiai városban, amely a tanulás és a kereskedelem központja volt, templomáról volt híres, amelyet Diána istennő imádatára építettek. Más szavakkal, abban az időben, amikor Pál megírta első levelét Timóteusnak, Efézus városa a bálványimádás városa volt, a babonás és pogány hiedelmek városa, az általános materializmus városa, amely nem fektetett hangsúlyt Istenre, mint ellátásának forrására. Így könnyen belátható, miért írt Pál Timóteusnak, figyelmeztetve őt ezeknek az embereknek a pénzről való materialista nézetére. Pál azonban Timóteust is utasította ugyanebben a levélben, hogy így prédikáljon ezeknek az anyagi gondolkodású embereknek. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Timóthus 6, 17. A mai nyelven Pál egyszerűen emlékeztette Timóteust, hogy Isten az ember utánpótlásának forrása, és hogy Timóteusnak tanítania kell a gazdagokat követői körében az örök jólét titkáról. Amerikai kormányunk ismeri ezt a nagyszerű igazságot, mert érméinken ezt a mottót találjuk, Istenben bízunk. Ez egy szép jóléti ima. Tehát tisztázzuk a dolgot, nincs semmi baja a pénzzel vagy azzal, hogy pénzt akarunk. Ez egy Isten adta csereeszköz, és nincs ebben semmi rossz. Abban a pillanatban, amikor elengedjük azokat a hamis elképzeléseket, amelyeket valaki évekkel ezelőtt tudatlanul tanított nekünk, hogy a pénz gonosz, azt fogjuk látni, hogy a pénz sokkal könnyebben és kielégítőbben kering pénzügyeinkben. A pénz megbecsülése boldogít téged. Egy hölgy nemrég azt mondta nekem, hogy mivel elengedte azt a homályos elképzelést, mi szerint a pénzt gonosznak kellene tekintenie, sokkal többet élvezhetett belőle. Elmondta, hogy korábban minden pénze elfogyott a fizetés napját követő három napon belül, de most úgy tűnik, elég volt a beosztásra és a rendszeres tartalékolásra. Valóban ő az egyik legbőkezőbb ember, akit ismerek. Egy másik hölgy a közelmúltban kijelentette, az egyik dolog, amit olyan élénken megtanultam, hogy ne mondogassam, ó, ez csak pénz majd azt mondta, hogy mivel a pénzt inkább értékelte, mint leértékelte, csodálatos ajándékot kapott. Új munkahelyet sokkal magasabb fizetéssel. Most új munkáját és megemelkedett keresetét is élvezi. Talán azon tűnődsz, miért fontos az őszintén szerető hozzáállást kialakítani a pénzzel kapcsolatban, hogy boldogabb pénzügyi helyzeteket vonz be. Nos, a pénz tele van az univerzum intelligenciájával, amelyből létrejött. A pénz a hozzáállásodra reagál. Mivel az elme cselekvésének törvénye, hogy bármit vonz, amit értékel, és azt taszítja, amit leértékel, a pénz ennek megfelelően reagál. Ha jót gondolsz a pénzről, szaporítod és gyarapítod magad körül, míg ha bármilyen formában kritizálod és elítéled, akár a saját, akár más pénzét, akkor eloszlatod és taszítod magadtól. Talán észrevetted, hogyan működik ez a törvény a hangulatoddal kapcsolatban. Figyeld meg, mennyivel többet tudsz vásárolni a pénzedért, ha jó hangulatban vagy. De ha sietve vagy rossz kedvűen vásárolsz, úgy tűnik, minden rosszul sül el, beleértve a pénzed vásárló erejét is. Mivel a gondolataid alkotják a világodat, a pénzről szóló gondolataidnak értékelőnek kell lenniük ahhoz, hogy a pénz megbecsülhessen és vonzódni tudjon hozzád. Amikor több száz emberrel beszélgettem pénzügyeikről, rájöttem, hogy amikor nincs elég pénzük az élet igényeinek kielégítésére, annak az az oka, hogy kigúnyolják és elítélik a pénzt a saját vagy mások pénzügyi ügyeiben. Egyszer beszélt velem egy férfi, aki minden tekintetben lefelé és kifelé állt. Rossz egészségi állapotú volt, nem dolgozott, rendkívül magányos és boldogtalan volt miközben beszélt, próbáltam kideríteni, milyen lelki állapot hozta őt ilyen szánalmas körülmények közé. Elmesélte, milyen nehéz volt az élete, és milyen nehéz emberek, helyzetek és események voltak az út során. A beszélgetés előre haladtával a washingtoni politikusokról kezdett beszélni, és arról, hogy milyen szörnyű módon költik el az ország pénzét. Amilyen gyengéden tudtam, akkor azt javasoltam neki, hogy próbálja megváltoztatni általában az emberekhez és különösen a washingtoni politikusokhoz való hozzáállását, ha egészséget, jólétet és boldogságot szeretne. Átható pillantást vetett rám, amely szerint kétségesnek tűnt Józan eszemet illetően, végül beleegyezett, hogy kipróbálja a virágzó gondolkodásmódot. Hónapokkal később, amikor visszatért, emlékeztetnie kellett, hogy ki is ő, mert a megjelenése sokat javult. Ezután elmesélte azt a korábbi hideg téli délutánt, amikor elhagyta a dolgozó szobámat, és visszasétált a panziójába, mert nem volt pénze a buszköltségre. Mire hazaért, rájött, hogy a megbeszélt gondolatok egy részének befogadása során minden fájdalom elhagyta a testét. Azon az éjszakán hónapok óta először aludt békésen. Ahogy elkezdte minden nap a virágzó gondolkodást használni, csodálatos dolgok kezdtek történni. Teljesen visszanyerte egészségét, és hamarosan egy új munkaterület nyílt meg előtte, amelyre már régóta szeretett volna belépni a panzióban találkozott egy hölgyel, aki szintén rossz egészségi állapotban és anyagi kétségbeesésben volt, és elkezdett átadni neki néhány gondolatot a boldogító gondolkodásról, amelyek sokat jelentettek számára. Ahogy tette, az egész életszemlélete megváltozott. Amikor mindketten elkezdték értékelni, ahelyett, hogy leértékelték volna egymást, a kellő időben az elismerésük bevonzotta a másikat. A következő látogatása alkalmával a férfi azt mondta nekem, hogy szeretné feleségül venni ezt a remek kis hölgyet. Hamarosan elhozta hozzám, és olyan ragyogó volt, mint bármely fele annyi idős menyasszony. Ez az ember aztán kijelentette, hogy egész életében a pénzen és az anyagi ügyeken gúnyolódott, és olyan embereken, akiknek vagyonuk volt. Most jött rá, hogy kétségtelenül mekkora pusztítást okozott saját életében ennek következtében. Ez az ember végre megtanulta, hogy ha nincs elég pénzünk az élet igényeinek kielégítésére, az gyakran a saját vagy mások pénzének leértékelése miatt van. A jólét aranyszabálya Az emberek néha anyagi nehézségeket hoznak magukra azzal, hogy kijelentik, hogy ők személyesen boldogok és áldottak, de Mr. és Mrs. Szószónak egy cent sem fűződik a nevéhez. Az ilyen emberek gyakran, diadalmasan vitatják meg hosszan mások nehézségeit. Ha úgy gondolkodsz magadról, mint aki virágzik, de másokról úgy gondolod, hogy hiányban él, akkor a cselekvés és a reakció törvényét arra hívod, hogy veled is megtörténjen. A jóléti gondolkodás aranyszabálya, hogy ne gondolj és ne mondj olyat mások anyagi ügyeiről, amit nem szeretnél a sajátodban megtapasztalni. Ennek az igazságnak egy szokatlan példáját mutatták be egy bírósági ügyben, ahol egy üzlet és házas pár vagyon megosztása történt. A feleség folyamatosan hangoztatta, hogy ő mindent meg fog kapni. Hogy a bíróság és a bíró kétségtelenül teljes mértékben kedvezni fog neki, és diadalmasan kijelentette, hogy a másik félnek semmi sem marad. A féri viszont egy imádkozó, pozitív, tisztességes gondolkodású egyén volt, aki magasabb kezekbe helyezte az ügyet, megerősítve, hogy a szeretet, az igazságosság és a tökéletes méltányosság isteni törvénye minden érintett javát szolgálja a helyzetben. A vádló házastárs odáig ment, hogy ügyvédjét vitte, hogy nézze át az összes vagyont és pénzügyi eszközt, amelyről meg volt győződve, hogy a bíróság átadja neki állandóan virágzónak tartotta magát, de kijelentette, hogy a volt férje teljesen tönkre fog menni anyagilag. A bíró azonban a tényállás hallatán úgy döntött, hogy a nőt csak egy kis vagyon illeti meg. A fennmaradó pénzügyi eszközöket, köztük egy lakást, egy takarítóüzemet és számos egyéb ingatlant annak a félnek ítélte oda, aki az isteni igazságszolgáltatásért imádkozott így ez a nő bebizonyította, hogy ha úgy gondolsz magadra, mint aki jó módú, de a másikra úgy gondolsz, mint akinek anyagi hiánya van, akkor öntudatlanul azt hívod, hogy veled is megtörténjen. Hogyan csinálj pénzt a szolgáddal? Másrészt, ha valaki más pénzét irigyled, az azt jelzi, hogy hiányzik a mindenki számára elegendő ellátásba vetett hited. Ne feledd, hogy azt fogod megtapasztalni, amire a legerősebben fordítod a figyelmedet. Ha valaki más szerencséjéről, gazdag örökségéről vagy gazdag vagyonáról hallasz, azt nagy örömmel és elismeréssel kell fogadnod. Mások gazdagság demonstrációja csak újabb bizonyítéka a szerető atya isteni bőkezőségének, amely az egész emberiség számára elérhető. Örülnöd kell minden gazdagság bizonyítékának. Úgy tűnik, a pénz annyira fel van töltve az isteni intelligenciával, hogy ráhangolódik arra, amit mondasz vagy gondolsz róla, és ennek megfelelően reagál. Egy barátom több alkalommal mesélt arról, hogy a pénzhez való elismerő hozzáállása hogyan segítette abban, hogy étel kerüljön az asztalára a recesszió évei alatt. Úgy tűnt, a kisfia tudja, hogyan kell a legtöbbet kihozni a pénzükért az élelmiszerboltban amikor kevés volt a pénzük, elküldte élelmiszert vásárolni. Rendszeresen sokkal többel jött haza, mint amennyit a családban bárki más vásárolhatott volna ugyanannyi pénzért. Bármennyi pénz túlórázott neki. A pénzhez való pozitív, elismerő hozzáállás révén a pénzt a szolgáddá teheted, a helyet, hogy a rabszolgája lennél inkább uralkodja pénzen, mint hogy rabszolgája legyél, mert azért kerültél ebbe az univerzumba, hogy uralmat és hatalmat szerez az anyagon annak minden formájában, amint arra a genezis első fejezete rámutat. Szándékosan ápold azt a szokásod, hogy értékeled a pénzt, és ne keres kifogásokat, hogy miért nem teszed. Ha kifogásokat keresel és leértékeled a pénzt, az érezni fogja, és taszítani fogod magadtól. Soha nem fogom elfelejteni, amikor először tettem ezt a kijelentést egy előadáson. Értékeld a pénzt, mint Isten gazdag anyagát, és ne keres mentséget arra, hogy leértékeled, mert ha megteszed, a pénzt eltaszítják tőled az ostoba kifogásaid. A közönség soraiban ült egy hölgy, aki hirtelen felpattant, a táskája leesett a földre, és az összes pénze kiesett a padlóra, nagy zajt keltve mindannyian jót nevettünk, miközben mások segítettek neki összegyűjteni a pénzt. Természetesen ennek a nőnek az érzéseire figyelve, elvicceltük a dolgot. De később, amikor személyesen találkoztam vele, adtam neki néhány gazdag kijelentést, amelyekkel megtölthette elméjét, mert szavai alapján az anyagi korlátoltság mély érzését sugározta mintha a pénze hallotta volna, amit róla beszél, és megpróbált elmenekülni tőle. Charles Fillmore ezt írta. Vigyázz a gondolataidra, amikor a pénzeddel foglalkozol, mert az az elméden keresztül minden anyag és minden pénz egyetlen forrásához kötődik ha a látható pénzedre úgy gondolsz, mint valamire, amely közvetlenül kapcsolódik egy láthatatlan forráshoz, amely gondolatot szerint ad vagy visszatart, akkor nálad van minden gazdagság kulcsa és minden hiányoka. Talán hallottad már a történetet a gondatlan skótról, aki egy fillért gondolva koronát dobott a gyűjtőtányérra. Amikor látta a tévedését, kérte, hogy adják vissza, de a felajánlást felvevő diakónus visszautasította. A skót felmordult. Jóváírást kapok a mennyben a koronáért. Na, na, felelte a diakónus, jóváírást kapsz a fillérért is. Add fel a vegyes attitüdöket. Hagyjunk fel a pénzzel kapcsolatos vegyes hozzáállással, amely csak vegyes eredményeket hozhat. John D. Rockefeller Jr. egyszer úgy jellemezte a pénz csodáját és dicsőségét, hogy az ember a pénzzel éhezőket táplálhat, betegeket gyógyíthat, sivatagi helyeket virágoztathat fel, és szépséget teremthet. És milyen igaza van? Ahogy Salamon egyszer kijelentette, a gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Példabeszédek 10-15. Valóban, a pénz jó, és több kell belőle, mint valaha, ebben a gazdag korszakban, amelybe most beléptünk. Egy vezércikka a közelmúltban rámutatott a pénz erejére a világ békéért, és azt javasolta, hogy a világbank elnökét jelöljék Nobel békedíjra, mert kiváló munkát végzett a pénzügyi béke megteremtésében több országban. A szerkesztőség így zárta, nem lenne időszerű felismerni, hogy a készpénz megfelelő használata a világ békéjének nagy tényezője lehet. De nem szabad Istent csinálni a pénzből. A pénz tele van életvágyjal, mozgással, terjeszkedéssel és tevékenységgel. Nem szereti, ha tétlenségben tartják, szorongatják vagy visszatartják. Valójában a pénz aktív körforgása hozza a jólétet, míg a depressziókat és a recessziókat a pénzfukar felhalmozása okozza. Ahogy nemzetgazdaságunk az aktív pénzforgalomtól függ, úgy a te egyéni boldogulásod is a te aktív pénzforgalmattól függ. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad pénzt megtakarítani, de nem szabad visszaélni a pénzzel. Számos más pénzzel kapcsolatos attitűd is különösen hasznos, például soha nem mond ki a dolgokról, hogy ezt vagy azt nem engedheted meg magadnak, vagy szegény száj, ahogy délen mondjuk. Az ilyen kijelentések a szegénység és a korlátoltság magvait vetik el, amelyek a fajtájuk után teremnek. Ehelyett jobb azt mondani, hogy bizonyos pénzügyi kérdéseket nem elég bölcsen intéztél, vagy jobb, ha pozitívabb és virágzóbb módon fogalmazod meg pénzügyi helyzeted. Gyakran erősítsd meg, Isten gazdag anyagának pozitív erejét bölcsességben, szeretetben és józan ítélőképességben használom minden pénzügyi helyzetben, és minden utamon boldogulok. Nem bölcs dolog az anyagi nehézségeket felnagyítani. Ha dicsekszel a pénzügyi gondjaiddal, és egyesek valójában azért teszik ezt, hogy szimpátiát és figyelmet szerezzenek, akkor mindig lesznek pénzügyi gondjaid, amelyekkel dicsekedhetsz. Egy üzletember, aki tőzsdei tranzakcióival önálló vagyonra tett szert, azt mondta, hogy tőzsdei vállalkozásai kezdetén sokat fektetett be, és sokat veszített. Csak egy tranzakció során 20 ezer dollárt veszített. De egyszer sem említette anyagi veszteségeit senkinek, még a feleségének sem. Ehelyett továbbra is jólétben éltek, és a helyzet hamarosan úgy változott, hogy gazdag haszonnal kompenzálhatta a korábbi súlyos veszteségekből levont tanulságokat. A mai napig soha nem beszél nyíltan ezekről a korai veszteségekről, és most anyagi függetlenséget élvez. A nehéz pénzügyi időszakokban jó megerősíteni, bízom benne, hogy ez is elmúlik, majd továbbra is ragaszkodja siker magas pénzügyi víziójához, amelyért dolgozol. A pénzzel kapcsolatos másik attitűd, amelytől óvakodni kell, a következő, amikor pénzt adsz egy másik személynek vagy egy szervezetnek, ne a szükség vagy kötelezettség gondolatával ad oda. Az ilyen gondolatok csak újabb igényeket és kötelezettségeket vonzanak magukhoz, amelyeket pénzügyileg teljesíteni kell. Ehelyett adj, hogy hozzon jólétet. Ez vonatkozik arra a pénzre, amelyet férjednek, feleségednek, gyermekeidnek, alkalmazottaidnak, klubodnak, egyházadnak, élelmiszerboltnak és bankárnak, valamint a kormánynak és mindenki másnak juttatsz. Ez a hozzáállás gazdagabbá teszi az adakozót és a befogadót egyaránt. A pénz és minden egyéb anyagi ellátás átvételével kapcsolatos gondolkodás szintén fontos. A virágzó mód az, ha jóindulatúan fogadod a javadat minden formában, és nem keresel mentséget az elfogadására. Mind az ajándékot, mind az ajándékozót sérti, ha a megajándékozott kijelenti, ó, nem kellett volna. Üdvözöljük a pénzt és az isteni ellátást minden irányból, ha azt ingyen adják, és nem von maga után kötelezettséget. Gyakran jelentsd ki, minden pénzügyi ajtó nyitva áll, minden pénzügyi csatorna ingyenes, és a végtelen jutalom most jön hozzám. És akkor jöjjön örömmel. Ismerek egy nőt, aki kétségbe esetten imádkozott a nagyobb jólétért, de állandóan visszautasította a szeretettel neki nyújtott ajándékokat vagy szívességet, ezzel elzárva boldogulása számos csatornáját. Ha nem tudod használni a rád ruházott ajándékokat, ne mondd. Egyszerűen fogadd el őket az általuk képviselt nagylelkű gondolat miatt, majd add át örömmel valakinek, aki használni tudja őket. Ez a hozzáállás csak akkor nem ajánlott, ha valaki meg akar vesztegetni, vagy meg akarja vásárolni a barátságodat a kegyeivel, és ezzel kötelezettségérzetét akarja kelteni. Az igazi nagylelkűség nincs semmihez kötve. Az igazi adományozás nem jár kenőpénzzel, kimondatlan szívességekkel vagy kötelezettségekkel. Ha ilyen célt érzel egy ajándék mögött, nyugodtan mondj nemet a hamis nagylelkűségre. Imádkozz a pénzügyeidért. Egy másik a pénzzel kapcsolatos attitűd, amelyet tisztázni kell: a következő: ne félj a pénzért imádkozni, vagy konkrétan szólni a pénzügyeiddel kapcsolatban. Az ókori héberek nem haboztak imádkozni Istenhez pontosan azért, amit akartak. Hét szent nevük volt Isten személyére, amelyek mindegyike Isten valamilyen konkrét elképzelését képviselte. A Jehova Jire nevet használták, amikor a lényegre akartak koncentrálni. Ez azt jelenti, hogy Jehova gondoskodik, a hatalmas, akinek jelenléte és ereje gondoskodik, az ellentétes körülményektől függetlenül. A Biblia nagy vezetői közül sokan kifejezetten a jólétért imádkoztak, amikor arra szükség volt. Jézus azért imádkozott, hogy az ötezer ember jól lakjon, felnézett az égre, és hálát adott az új kenyerekért és halakért, amelyeket aztán minden szükséglet kielégítésére megsokszoroztak. Illés kitartóan imádkozott, hogy az eső véget vessen a három éves szárasságnak, így a héberek újra termést, élelmet és jólétet kaptak. A gazdag atya soha nem azt szánta az embereknek, hogy együtt szenvedjenek ebben a pazar univerzumban, és csak magunkat csapjuk be, ha azt gondoljuk, hogy hiányban kell élnünk. Ha anyagi szükséged van, meri kifejezetten ezért imádkozni, és kért szerető atyádat, hogy segítsen gazdagon és teljes mértékben kielégíteni ezt a szükségletet. Az ígéret, kérjetek és adatik néktek, Máté 7-7. Nem tartalmaz rejtett záradékokat. Ez az ígéret sem jóbő könyvéből, hogyha szót fogadnak és szolgálják, akkor boldogságban érnek napjaik véget, az éveik meg csupa örömben. Jóbő 36, 11. Országos hálaadás napjaink vannak, és naponta mondunk imád asztalainknál, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten a kínálatunk forrása minden formában ami a gazdagságért való imádságot illeti, valószínűleg olvastál néhai George Müllerről, Bristolból, Angliából, aki sok évvel ezelőtt árvaházakat alapított gyermekek számára, mivel hitt az ima virágzó erejében. Vallásos emberként írtak róla, akinek Isten milliókat adott. Az imádság fejedelmének is nevezték, mert szokása szerint közvetlenül Istentől kért bármit, ahelyett, hogy a szükségleteiről beszélt volna az embereknek. Müller úr egyszer azt mondta, hogy a legtöbbünk nagy hibája az, hogy nem kérünk elég nagyot, és nem folytatjuk az imát, amíg el nem jön. Azt is tanácsolta Istentől nagy dolgokat vári, és nagy dolgokat fogsz kapni. Egyszer azt mondta egy barátjának, sokszor dicsértem Istent, amikor küldött nekem tíz centet, és dicsértem őt, amikor 60 ezer dollárt küldött nekem. Kizárólag a jólétért mondott imákra válaszul 7 millió 500 ezer dollárt adományoztak neki árvaházai építésére és fenntartására. Azt a történetet biztos hallottad már, hogy Charles Fillmore, a Missouri állambeli Summitben található Unity School of társalapítója gyakran imádkozott a Unity pénzügyeiért a mozgalom kezdeti éveiben. Egyszer lejárt a bérlés a nyomdagépeken, és a sheriff eljött, hogy visszaszerezze a gépeket. De amikor Mr. Fillmore magabiztosan kijelentette, van egy gazdag apám, aki gondoskodni fog erről, a serif szó szerint hit neki, és így válaszolt, nos, ebben az esetben adunk még egy kis időt. Mr. Fillmore ezután továbbra is imádkozott a jólétért, és bejött a pénz. Ezeket a nyomdagépeket soha nem vették vissza. Később, a recesszió éveiben a világ minden tájáról érkezett szeretet ajándékok a Unity School támogatására a szokásosnál jóval kisebbek voltak. A Unity alapítói ismét kifejezetten, bátran és megfontoltan imádkoztak a pénzért, a pénzügyi ellátásért és a gazdag jólétért. Egy nap, amikor a Unity farm munkásai vizet fúrtak, olajat találtak. Ez az olaj megfelelő válasznak bizonyult pénzügyi szükségleteikre a válság alatt. A Jónöti mozgalom ma már világszerte ismert. Az elmúlt években az értékbecslők megállapították, hogy a most bejegyzett jónöti village anyagi értéke olyan nagy, hogy a valódi értékét alig lehet megbecsülni, de milliókra rúghat. Hogyan demonstráljunk pénzt? A múlt okkult vallásainak egyik titkos tanítása a pénz demonstrálása volt. Azok a kiváltságosok, akik megismerhették ezt a titkot, megtanulták, hogy konkrét gondolati képet kell alkotniuk a kívánt összegről, a pénz címletéről és annak megjelenéséről. Miután elkészítettek egy meghatározott mennyiségű képet, megtanították őket arra, hogy tisztán tartsák szem előtt, mintha már látható lenne, és mentálisan nagyon tisztán láthatták. Ezután megtanították nekik, hogy parancsolják a világegyetem gazdag anyagának, hogy adja nekik azt. Azt az utasítást kapták, hogy erősítsék meg, add ezt nekem, és ismételjék el ezt a követelést nap mint nap, amíg meg nem nyilvánul. Mivel az elme mindenható, ugyanaz a joga és kiváltsága, hogy mentálisan pénzt, pénzügyi eszközöket és gazdag készletet követeljen, ha szigorúan mentális módszert kívánsz használni. Sok sikeres ember tudatosan vagy öntudatlanul alkalmazta ezt a módszert. Hatékony kijelentés, amellyel az elmét feltölthetjük, a kívánt összegmentális képével együtt, a következő, minden pénzügyi ajtó nyitva van, minden pénzügyi csatorna ingyenes, és itt nevezd meg a konkrét összeget, most jön hozzám. Bölcs dolog azt is megerősíteni, hogy ez isteni csatornákon keresztül nyilvánul meg Isten csodálatos módján konkrét pénzösszegek mentális vizualizálásával és mentális követelésével együtt, és a pénzért való határozott imádkozás mellett az is jó, ha konkrét szavakat mondasz a gazdagságról önmagáért és vagyonodért. Mondd ki gyakran, hálát adok azért, hogy gazdag, jól és boldog vagyok, és hogy az anyagi ügyeim isteni rendben vannak. Minden nap minden tekintetben gazdagabb vagyok és gazdagabb vagyok. Pénztárcádnak, csekfüzetednek vagy más pénzügyi ellátási csatornádnak jó, ha megerősíted: Pénz, 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 jelenjen meg itt és most gazdag bőségben. Ne félj kijelenteni, hogy nagy összegek, gazdag, kellemes pénzügyi meglepetések és gazdag, megfelelő ajándékok jelennek meg számodra. Ne légy homályos a pénzzel kapcsolatban, ha csak nem szeretnéd, hogy a pénz homályosan reagáljon rád. Nemrég elismerően írt nekem egy nő a nyugati partról, aki elolvasta a pénzről szóló elképzeléseimet. Azt mondta, örülök, hogy végre találtam egy lelkészt, aki nem fél nyíltan beszélni a pénzről, mint áldásról. A lelkész gyakran hangoztatta nekem a bőven megosztani és tartalékolni kifejezéseket, de csak tavaly karácsonykor tudtam meg, mire gondolt akkor ez a lelkész, ugyanis négy gyümölcs tortát kaptam. Megerősítettem, hogy sok megosztani való és tartalék karácsonyra. Annyi gyümölcstortám lett, amit meg kellett osztanom és tartalékolnom, hogy hármat elajándékoztam. Milyen jó lett volna kapni valamit karácsonyra a gyümölcstorta mellé. Ez a tapasztalat megtanított arra, hogy határozott legyek abban, amit akarok, ha határozott és kielégítő eredményeket várok el a határozott feltételekben való gondolkodás megnyitja az utat a határozott eredmények felé. Ne korlátozd bevételed azzal, hogy éppen annyit kérsz, amennyi boldogít. Ez a szegények imája. Ehelyett emlékez Pál szavaira, Isten, megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Timóteus 6 Életem egy olyan időszakában, amikor a pénzügyi bevételem nem volt megfelelő, kivágtam ezeket a szavakat egy magazinból, felragasztottam egy lapra, és az éjjeli szekrényemre tettem, ahol naponta megnéztem, a pénzed most kezd növekedni. Megduplázódik a bevételed. Meglepődtem, amikor a pénzügyi bevételeim azonnal növekedni kezdtek egy figyelemreméltó eseménysorozat következtében. Néhány hónapon belül hirtelen rájöttem, hogy a bevételem megduplázódott. A pénz imádja a virágzó hozzáállást, és gazdagon reagál rá. Az anyag a pénz forrása. A pénz felértékelése mellett meg kell értened és teljes mértékben meg kell becsülnöd az anyagot is, amelyből a pénz és minden kézzel fogható tárgy keletkezik. A depressziós idők rávilágítanak arra a tényre, hogy a jólét napjaiban az ember vagy elfelejtette azokat az imákat és küzdelmeket, amelyek sikerre és látható biztonságra vitték, vagy pedig nem tudta szilárd anyagi alapra építeni a vagyonát. Ha többet gondolkodott volna az élet és az anyag forrásán, megmenekült volna a szegénység szükségtelen őrlődésétől, amelyet a bőség közepette élt át. A tudósok azt mondják, hogy a szubstancia, ami minden látható és kézzelfogható tárgy alatt áll és alátámaszza azt. Ha nincs pénzed, úgy tűnik, hogy nem nyilvánul meg, pedig jól gondolkodsz vele kapcsolatban, akkor talán valami pénzzel egyenértékű isteni dolog kíván eljönni hozzád. Ahogy értékeled az anyagot, és tudod, hogy az mindenhol egyetemesen jelen van a körülötted lévő éterekben, amint ráébredsz, hogy passzív, és arra vár, hogy gondolataid és szavaid formálják és láthatóvá tegyék, rájössz, hogy a gazdag anyag és gazdag kínálat láthatatlan világa, valamint a gazdagság látható világa felette rendelkezel. Einstein volt az, aki először felkavarta a tudományos világot, amikor azt állította, hogy a szubstancia és az anyag, amely magában foglalja a pénzt és az összes látható tárgyat, átalakítható. Kijelentette, hogy a kialakult és a formálatlan világ ugyanabból az energiából, éterből vagy anyagból épül fel. Azt mondta, hogy a látható és láthatatlan birodalom relatív, átalakítható és felcserélhető pénzügyi szempontból is használhatjuk az ő relativitás elméletét. Ha a kialakult és a formálatlan világ relatív, akkor miért kéne aggódnod, ha a pénzügyeid nem a legjobbak? Használhatod a relativitás törvényét, hogy pénzt vagy annak pénzügyi megfelelőjét állítsd elő igényeit kielégítésére. Ha a lényeg nem pénzként nyilvánul meg, ne es pánikba! Ehelyett jelentsd ki, hogy ebben a helyzetben az isteni Substancia az egyetlen valóság. Az isteni Substancia nem mulasztja el, hogy itt és most gazdag, megfelelő formában megnyilvánuljon. Ezután enged, hogy az anyag nyilvánvaló formában jöjjön elő hozzád, ahogyan a legjobbnak tartja. A tudósok kijelentik, hogy az anyag tele van élettel, intelligenciával és képességgel, hogy látható formát öltsön amint megerősített, hogy az isteni szubstancia azt teszi, ami a legjobb az adott helyzetben, felszabadított egyetemes intelligenciáját és képességét, hogy látható formát öltsön. Pénzügyi hasznot teljesen előre nem látott utakon kerülhet elő, talán a világ másik feléről, vagy olyan idegenek révén, akikkel még soha nem találkoztál. De meg fog jönni, ha odafigyelsz rá, és felszabadítod, hogy a maga bölcs módján működjön. Ha a szokásos ellátási csatornák nem nyíltak meg, akkor híj szokatlan ellátási csatornákat, hogy nyíljanak meg, felismerve, hogy az isteni szubstancia minden látható kínálati forma alatt ott áll, és végtelen módjai vannak annak, hogy gazdagságát kinyilvánítsa számodra. Az anyag barátságos veled, és gazdagon kíván ellátni téged. Add meg a figyelmed és elismerésed, higgy benne, bár láthatatlannak tűnik, majd hagyd, hogy bebizonyítsa, hogy képes boldogulni és gondoskodni rólad. Soha ne becsüld alá a szubstanciát, mint az egyetlen valóságot, amely soha nem bal kudarcot. Ezután pénzként vagy a legmegfelelőbb pénzügyi formában jelenik meg, talán olyan embereken keresztül, akiket még soha nem láttál. Amikor felidézed az ebben a fejezetben található különféle virágzó attitűdöket a pénzzel és az anyaggal kapcsolatban, magabiztosan tedd ezt Emerson szavaival, amelyek a fületbe csengenek: az ember arra született, hogy gazdag legyen, vagy elkerülhetetlenül gazdaggá váljon, képességeinek felhasználásával. És akkor készülj fel a gazdag eredményekre. Amint ezek a gazdag eredmények megjelennek, talán arra az igazságra szeretnél emlékezni, amelyet egy fegyveres erőben dolgozó fiatalember nemrég írt édesanyjának, tegnap egy töröcsek volt. Holnap váltó. Ma ez az egyetlen készpénzed. Kölcsd dokosan! Akár időben, akár pénzben, még mindig érvényes. Kilencedik fejezet. A munka hatalmas csatorna a jóléthez. Talán azon tűnődsz, hogy a munkáról szóló fejezet miért nem jelent meg korábban a könyvben, mivel a munkát a jólét hatalmas csatornájának tekintik. A válasz nyilvánvalóbbá válik, ha körülnézünk magunk körül, és rájövünk, hogy a világ tele van emberekkel, akik keményen dolgoznak azért, hogy minden nap boldogabbá váljanak, mégis sokan közülük egyáltalán nem boldogulnak. Miért? Gyakran azért, mert nem a jólétre és a sikerre gondolnak, és nem a munkájukra. Nem megfelelő a hozzáállásuk. Mindazt a kemény munkát, amelynek jólétet kellene hoznia, semlegesítik a kudarcot valló beszédükkel, a kudarcra hajlamos emberekkel való kapcsolatukkal, és talán azzal, hogy kritizálnak és elítélnek másokat, akik a siker létráján haladnak felfelé. Nem vették észre, hogy virágzó, pozitív gondolataik kell, hogy legyenek, ahhoz, hogy virágzó, pozitív eredmények születhessenek. Ezért volt szükség az előző fejezetekre, hogy kialakuljon a helyes hozzáállás a gazdag javak, a bővülő jólét és a tartós elégedettség felé, amely a munka folyamat során a tiéd kell, hogy legyen. A helyes hozzáállás megváltoztathat. Egy titkár erőteljesen dolgozott a jólét elérésén. Súlyosan eladósodott, több munkahelyről is elbocsátották, és nagy szüksége volt állandó állásra. Megfelelően tanult volt, hiszen két főiskolai diplomát szerzett, valamint üzleti iskolai képzést szerzett. Első pillantásra elég könnyűnek tűnt vele dolgozni. De ahogy mások jobban megismerték őt, rájöttek, hogy titokban haragot táplál az egész világgal szemben, és különösen minden korábbi munkaadójával. Nyilvánvalóvá vált, hogy állandóan együttérzést keres reménytelen pénzügyei miatt. Amikor felvetődött, hogy a kudarcról a boldogító gondolkodásra való áthelyezés lehet a válasz, dühös lett. Meg akarta őrizni előítéleteit, haragját és kudarcot vallott attitűdjét, ami olyan súlyos pessimizmussal töltötte meg körülötte a légkört, hogy az taszította az embereket. Mivel elméje annyira zsúfolt volt az ellenségeskedéstől, nem csoda, hogy munkája nem volt kielégítő, eredménytelensége minden idők csúcspontján volt, és nem szerette különféle munkáit és munkaadóit. Ezzel szemben egy másik dolgozó hölgy észrevette, hogy a virágzó, győztes hozzáállás megnyitja az utat a kielégítő, eredményes munkához. Minden jel szerint ennek a hölgynek nem lett volna oka arra, hogy győztesnek vagy pozitívnak érezze magát. Túl volt a fél évszázadon. Az ő korosztályában sokan azt mondanák, hogy túl öregek, és ez már önmagában is elég ok a hiányérzetre és boldogtalanságra. Ezen kívül özvegy volt, és nagyon egyedül maradt a világon, mert nem volt gyermeke vagy más közeli rokona. De ezt nem használta ürügyként a kudarcra. Ehelyett nagyon boldog és sikeres ember volt. Még nagyobb kihívást jelentett, hogy az értékesítési terméke olyan volt, amelyet a legtöbben nem akarunk megvenni. Temetkezésnél dolgozott, sírhelyeket adott el. Ennek ellenére nagy számban adta el őket, és nagyon elégedett volt a termékével. Úgy tűnt, hogy lelkesedését közvetítette azok felé is, akik megvásárolták őket, bár a legtöbbünk szereti, hogy ameddig csak lehet, halogatja ezen cikk megvásárlását. Az eredmény az volt, hogy élvezte az élet legtöbb kényelmét, egy kedves, kényelmes, tágas otthont, amelyben gyakran szórakoztatta barátait, pénzügyi biztonság, például bérelt ingatlan, részvények, kötvények és egyéb befektetések, valamint az értékesítési munkájából származó magas, állandó jövedelem. Volt ideje társadalmi, egyházi és kulturális tevékenységekre, valamint vakációra és utazásra. Számára a munka isteni volt, annak ellenére, hogy ő adta el az utolsó terméket a világon, amelyet a legtöbben meg akarunk vásárolni. A munka isteni. A munka szó minden ember számára mást jelent. A szótárban találtam egy fél oldalnyi meghatározást. Egy virágzó gondolkodó a munkát isteninek vagy magasztosnak gondolhatja, vagy mint a jó kreatív tevékenység valamilyen kielégítő formájának, amely egyensúlyban van játékkal, pihenéssel és harmonikus környezettel. Kaflil Gibran azt írta, hogy a munka láthatóvá tett szeretet. Talán nem értesz egyet azzal, hogy a munka isteni, magasztos vagy akár tehetséged és képességeit kielégítő belső kifejeződése. Lehet, hogy a jelenleg végzett munka nem tűnik isteninek, ha nem, akkor megvan az oka, és ez jó. De térjünk vissza az eredményhez és az okhoz. William James egyszer kijelentette, hogy 90%-unk csak 10%-át használja elménk erejének. A pszichológusok úgy vélik, hogy minden ember a koncentrált, kreatív energia dinamója, amely mindig új kifejezési utakat keres. A jólét és a jótékony önkifejezés iránti vágya munkában csak egy része annak a kreatív energiának, amelyet megpróbálunk kifejezni életünkben. Amikor megtalálja a megfelelő utakat ennek a teremtő energiának a konstruktív kivezetéséhez, és kialakul a megfelelő attitűd, az ember boldog, jól érzi magát, és munkáját isteninek tartja. Ám amikor nem találja meg a megfelelő kifejezési utakat, és nem alakultak ki a megfelelő attitűdök, akkor ugyanez a kreatív energia a közepes módokon való kifejezésre korlátozódik. Akkor az ember boldogtalan, és a munkát átoknak tekinti, az isteni áldás helyett. Sokan találják magukat olyan munkában, amelyet kellemetlennek tartanak, miközben még mindig a siker létre legalja közelében vannak. Ezen a ponton a munkájukhoz való hozzáállásuk és reakciójuk határozza meg, hogy alul maradnak-e és tovább szidják a munkájukat, vagy lépésről lépésre haladnak felfelé a siker létrán. Az elégedetlenség jó lehet, mert gyakran arra készteti az embert, hogy magasabbra célozzon, majd megtegye azt, ami ehhez szükséges. A jelenlegi körülményeid egy célt szolgálnak. Nézzünk szembe egyenesen a kérdéssel. Felfedezheted, hogy most ott tartasz, hogy meg akarod változtatni bizonyos jellemvonásaidat vagy bizonyos lelki attitűdjeidet, amelyek a múltban akadályozták fejlődésedet. Ha nem megfelelő munkát végzel, vedd észre, hogy egy célért van jelen, ami az lehet, hogy olyan isteni tulajdonságokat fejlesz ki, amelyek végül hozzájárulnak általános fejlődésedhez, és tovább visznek a siker létráján. Miután bekerültem a lelkészi szolgálatba, rájöttem, hogy minden munkám, kicsi és nagy, amit az út során betöltöttem, része volt az előadói, a tanácsadó és az írói szolgálatra való képzésemnek. Jézus talán megmagyarázta, amikor azt mondta. Akinek sokat adnak, sokat követelnek tőle, és akire sokat köteleznek, attól többet kérnek. Lukács 12.48 ezért azonnal fegyelmezned kell hozzáállásod és reakcióid, hogy jót gyűjts jelenlegi tapasztalataidból, és a lehető leghamarabb lépi át az önkifejezés magasabb fázisaiba a kielégítő munkaterén. Más szóval, nyomás nehezedik rád, hogy több jóra vágy, ha a jelenlegi életmódoddal nem vagy megelégedve, vagy ha zavar az anyagi feszültség, akkor érzed annak tényleges nyomását. Ezek képességek, amelyek erőlködnek, hogy a siker és a jólét gazdagabb fokaként nyomják át rajtad magukat. Tökéletesítsd a munkához való hozzáállásod. Az attitűdök és reakciók fegyelmezésének vagy tökéletesítésének módját illetően íme néhány javaslat, lehet, hogy az egész felfogásod téves. A szerencsétlen titkárnőhöz hasonlóan te is neheztelhetsz mindenre és mindenkire, és ezáltal önmagadat mérgezed a keserű igazságtalanság gondolatával. Azok az emberek, akik még mindig a sikerlétre legalján vannak, általában meg tudják magyarázni, hogy mások hogyan akadályozták meg őket a sikerben. Gyakran részletezik az évekkel ezelőtt történt dolgokat, amelyekről ma is azt állítják, hogy gondjaik okozói. James Ellen azt írta, hogy az ember csak akkor kezd emberré válni, amikor felhagy a nyafogással és szidalmakkal, és elkezdi keresni a rejtett igazságot, amely szabályozza életét. Hasonló módon előfordulhat, hogy negatív kerékvágásban vagy, mert nem teszel kellő szellemi erőfeszítést, hogy megszabadulj tőle, vagy felülemelkedj rajta. Ilyenkor átfogalmazhatod Jézus szavait, és gyakran kijelentheted minden, amit nekem ad az atya, hozzám jön. János 6, 37. Emlékeztesd magad, hogy minden életre van egy isteni terv, egy olyan terv, amely egészségesebbé, boldogabbá és sikeresebbé teszi az embert, mint valaha volt. Tudd, hogy jelenlegi tapasztalataid az isteni tervbe vezethetnek, majd nyisd ki az ajtót azzal, hogy gyakran kijelented, életem isteni terve most lépésről lépésre kibontakozik. Boldogan ismerem fel minden fázisát, elfogadom jelenemben és jövőmben, és hagyom, hogy megmutassa, hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből. Ami a mostani tapasztalataidat illeti, jó megerősíteni a Zsoltáros szavait, teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Zsoltárok 48. Tudd, hogy Isten akarata számodra a legfőbb jó a jelenetben és a jövődben. Mit csinálsz az elégedetlenség ellen? ha nem vagy elégedett jelenlegi helyzeteddel, mit teszel, hogy felkészülj a jobb körülményekre? Van konkrét célod? Szívesen töltenéd szabadidődet kurzusokkal, speciális előadásokkal, könyvek olvasásával vagy olyan építő jellegű tevékenységekkel, amelyek felkészítenek a nagyobb sikerekre. A legtöbb ember nem. Te vagy a kivétel a helyett, hogy ezeket csinálnák, sokan szívesebben töltik szabadidejüket azzal, hogy kritikusan beszélnek munkájukról, munkatársaikról, a főnökükről és általában a világról. Úgy gondolják, hogy a másik ember lerombolásával a saját kudarcaik és elégedetlenségük nem fog annyira megmutatkozni. Ha azt érzed magadon, hogy hasonlóképpen cselekedsz, változtassa gondolkodásodon. Ennek elősegítése érdekében erősítsd meg, én sem ítéllek el téged. Az igazságosság és a szabadság isteni törvénye mindenhol, mindenkiben, mindenen keresztül működik, és ennek örülök. Senki vagy semmilyen körülmény nem tudja távol tartani tőlem az Istentől kapott javamat, és ennek a tudásnak örülök. Egy titkárnő, akinek a főnöke politikai állást tölt be, nemrég leírta azt az igazságtalanságot, amellyel az irodájában szembesült. Egy másik, jóval alacsonyabb beosztású alkalmazott kapott megbízást a főnök kampány munkájával kapcsolatban, amelyre ez a titkárnő úgy érezte, egyedül neki van joga. Érdekes, izgalmas munka volt, míg a saját feladatai nehezebbek és technikaibbak voltak. Amikor elkezdte használni a fenti ima kijelentéseket, hogy az elítélésről és az igazságtalanságról a szabadságra és az isteni igazságra állítsa hozzáállását, az összkép megváltozott. A másik dolgozót áthelyezték az irodából, és ez a titkárnő megszerezte azt a beosztást és állást, amelyet az övének érzett. Egy másik esetben egy részmunkaidőben dolgozó nő mesélt a rengeteg igazságtalanságról, amelyet érzett az életében. Egészsége nem volt jó. Tehernek érezte az anyját, aki nem bízott benne, és még a postáját is kinyitotta. Elégedetlen volt a munkájával, de úgy érezte, semmi jobbra nem alkalmas. El volt adósodva, volt egy olyan ingatlana, amelynek nem tudta fizetni a bérleti díját, és egy olyan ingatlana, amit nem tudott eladni. Ez a nő azért is dühös volt, mert igazságtalannak érezte, hogy soha nem tudott férihez menni életének minden szakaszát elhomályosította a keserű igazságtalanság. Ahogy elkezdte hirdetni az isteni igazságot, szabadságot és megelégedettséget világának minden szakaszában, egész életvitele jelentősen javult. Korlátozott elképzeléseivel kapcsolatban ráébredt, hogy ő volt önmaga legnagyobb ellensége. Irányítsd energiáid egy cél felé. Amikor az energiáidat konstruktívan egy meghatározott cél felé irányítod, a nem lényeges dolgok eltűnnek. A kicsinyes gondolatoknak, a haszontalan kapcsolatoknak, a rossz indulatoknak, a pusztító érzelmeknek, amelyek gyakran rossz egészséget, csüggedést és kudarcot okoznak, nem lesz helyük az életedben, amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy milyennek szeretnéd az életedet. A dolgok nem javulhatnak külső módon, amíg a dolgok belső módon nem változnak, mert az elme belső folyamatai irányítják életünk minden külső tapasztalatát. Ha látszólagos kudarcok, anyagi nehézségek, nyugtalanság és a munkáddal kapcsolatos elégedetlenség kellős közepén vagy, akkor ezeknek a feltételeknek egyike sem akadályozhat meg abban, hogy bőségről, gazdagságról szóló terveket és a keresett sikerről alkos mentális képeket. Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy mentálisan a céljaid felé haladj, amikor megkérdezed az isteni intelligenciát, hogy milyen következő lépéseket kell megtenned vágyaid megvalósítása érdekében. A tudósok szerint az energia és az intelligencia tengerében élünk, és folyamatosan hozzáférünk annak előnyeihez, ha kérjük. A hajóit csak azután jönnek be, hogy kikülted őket. Van válasz. Sokan együtt szenvednek az űrzavar és az elégedetlenség közepette, mert nem veszik észre, hogy ez egy barátságos univerzum, tele a legfelsőbb intelligenciával, amely szeretettel válaszol az útmutatásra, ha kérik. Ami a jelenlegi munkádat és annak javítását illeti, keresd a bölcsességet. Isteni intelligencia, milyen pozitív, építő, kreatív gondolat, hozzáállás vagy cselekvés kell, hogy legyen a következő lépésem jelenlegi munkám javítása érdekében. Mi a következő lépés a bőség, elégedettség és szabadság felé, amely isteni jogon az enyém? A kereső elme egy egészséges elme, amely választ kap kérdéseire, amelyek egészséges, progresszív, kielégítő eredményekhez vezetnek. Sokkal könnyebb gazdag, kibővített tervekkel foglalkozni és dolgozni, létfontosságú, értékes eredményeket megtapasztalni, mint a kudarcokkal kötni apró ötleteken és elvárásokon alapuló kompromisszumot. Nemrég egy mérnök elmagyarázta nekem, hogy a merész gondolkodás és a nagy eredmények várása hogyan segített neki abban, hogy munkája valóban isteni, magasztos és kielégítőbb, valamint anyagilag is kifizetődőbb, mint valaha. Korábban sok kisebb mérnöki feladatot bíztak rá, de aztán a jóléti gondolkodás alkalmazása révén megszületett az igazán nagy álommunka, és ő készen állt rá. Mentálisan és érzelmileg sokáig készült rá, és így ez nem riasztotta el, és nem zökkentette ki az egyensúlyából. A módszer, amellyel ez az ember kikerült egy olyan munkából, amely már nem elégítette ki, és megkapta az igazán nagy álommunkát, a következő volt. Vett egy kis fekete könyvet, és elkezdte belerakni a legnagyobb, leggazdagabb, legsikeresebb ötleteket és kijelentéseket. Ez segített kibővíteni gondolkodását, és segített neki békésnek, kiegyensúlyozottnak és inspiráltnak maradni a munkájával kapcsolatos elégedetlenségek közepette. Ezt követően nyílt meg előtte élete legnagyobb munkája. Például azzal kezdte a napját, hogy kinyitotta kis fekete könyvét, és az ott talált gondolatokon elmélkedett. Ez Isten napja, jó nap! Ezt a napot és minden tevékenységét jónak találom. Miközben a nap különféle tevékenységeire gondolt, megerősítette. A saját jogos és tökéletes munkám vár rám ezen a napon. A hosszú távú munkaképhez erősítette meg gyakran, most tökéletes munkát végzek. Új ötletekre a különféle munkahelyi problémák kezelésében erősítette meg, most nyitott és fogékony vagyok azokra a gazdag, isteni eszmékre, amelyek most tökéletesen elindítják és fenntartják üzleti ügyeimet. Amikor csüggettség lett úrrá rajta, vagy felkavaró élményben volt része, megerősítette. Semmi sem győzhet le. Hálás vagyok a tökéletes, azonnali megfelelő eredményekért. Örülök, hogy most minden tekintetben sikeres vagyok. Amikor a nyomás vagy a bizonytalanság érzése megpróbált megjelenni, megerősítette. Az én igám könnyű, és az én terhem könnyű. Sok az eredményem. Istenileg fel vagyok készítve arra, hogy nagy dolgokat könnyedén véghez vigyek. Üzleti konferenciákra erősítette meg, jónak mondom ezt az üzleti konferenciát és mindent, ami ezzel kapcsolatos. A kielégítő eredmények gyorsan megjelentek. A nap végén a hogy újra gondolta volna az eseményeket, megerősítette, ez a kielégítő befejezés ideje. Elengedem és elengedem ezt a napot. Az isteni intelligencia csak jót hoz létre belőle. Minden más elhalványul. Az éjszakai pihenésért és a sikeres holnapra való felkészülésért megerősítette, miközben nyugodtan aludni megyek. Hálát adok Istennek a sikeres napomért. Könnyen alszok, tudván, hogy az isteni intelligencia megújítja elmémet és testemet, és felkészít egy még sikeresebb holnapi napra. munkád előtted van. Tudd, hogy az igazi munkád egy egyenes vonalban van előtted. Egy új lehetőség nyílik meg, valahányszor megszerezted mindazt a fegyelmet és tudást, amit a régi munka kínált. Eközben emlékeztesd magad arra, hogy nincs magas vagy alacsony munka, mindaddig, amíg valakinek a jólétéhez elengedhetetlen. Tehát olyan hatékonyan hajtsd végre, amennyire csak tudod, mindaddig, amíg aktív vagy benne ha kibővített ötletek birtokában kérünk útmutatást, akkor segít szembenézni a jelenlegi tapasztalatainkkal, emlékeztetve magunkat, ez is el fog múlni. Arra kell törekedned, hogy normálisan élj a jelenlegi munkahelyi elégedetlenség közepette, ugyanakkor a legtöbbet hozd ki jelenlegi munkádból. Ez segít abban, hogy kitartóan dolgozza nagyobb jólét érdekében. Természetesen mindenkinek, aki igyekszik hű lenni a legmagasabbhoz, különösen a munkájában, vannak erős csüggedési időszakai. Nem szégyen elcsüggedni, de gyalázatos hagyni, hogy a csüggedés eluralkodjon rajtad, megszálljon és megfossza elmédet a sikerről szóló csodálatos vízióitól, amelyek felé törekszel. A csüggedéssel szemben az a feladatot, hogy a magasabb rendű eszményeidre koncentrálj, a nagyobb kielégítő munkára, majd isteni megoldást hirdess a pillanatnyi tapasztalatokra. James Ellen kifejti, lehet, hogy a körülményeid kellemetlenek, de nem maradnak sokáig azok, ha felismersz egy eszményt, és arra törekszel, hogy elért azt. Miközben belül utazol, nem tudsz egy helyben maradni kívül. Amikor levertnek tűnsz, hasznos emlékezni arra, hogy a legsötétebb éppen az új jó hajnala előtt van. A kétségbeesés általában annak érzelmi jele, hogy a dagály fordul, és hogy hamarabb jön a hajnal, mint gondolnád. Ahogy tovább utazol belül, a kívül is gondoskodik magáról. Ha szükséges, használd a helyzet megfordításának mentális törvényét. Valaki azt mondta, hogy a mentális szférában a gondolat könnyebben képes felfogni az ellentéteket, és könnyebben elő tudja állítani azokat, mint a gondolat elfogadni a jó fokozatos fokát és létrehozni azt. A radikális szemléletváltás gyakran megtisztítja az elmét az őrzavaros, korlátozott elképzelésektől, így a szellemi kilengés az ellenkezőjére gyorsan ellentétes eredményt hozhat. Meri spirituális építésznek lenni és nagyobb jóképeket építeni. Merd élvezni ezeket a megnövekedett mentális jóképeket, miközben napi feladataidat végzed. Érezd és képzeld el a sikert az elégedetlenség közepette. Mert megerősíteni a gazdag, korlátlan sikert önmagad számára, függetlenül attól, hogy éppen mi történik veled vagy körülötted. Nyilatkozz, ez vagy valami jobb, atyám, legyen meg a te legfelsőbb jó akaratod. Változásokra számíts a jó oldalon. Emlékeztesd magad arra, hogy a jelenlegi boldogtalan munkakörülmények elleni küzdelemmel nem javítod a dolgokat. Nem javítod a dolgokat azzal, hogy másokat hibáztat csalódásaidért és kudarcaidért. Vállalj nem ellenállást a jelenlegi állapotokkal szemben, és lásd meg, hogy azok már javulnak. Amikor a dolgok megállnak, emlékezz a fizika elvére, amely kimondja, hogy az egész univerzum állandó mozgásban van, hogy a mozgás óceánjában élünk, mozgunk és létezünk, bár öt külső érzékszervünkkel ezt nem vesszük észre teljesen. Semmi sem áll meg, minden folyamatosan változik, akár annak tűnik, akár nem. Ha arra számítasz, hogy az ilyen változások jobbra fognak vezetni, akkor biztosan meg fognak jelenni. Azokban az időkben, amikor tudod, hogy a változások működnek, de még nem látszanak, ne hagyd magad félrevezetni a félelmetes gondolatoktól, amelyek megpróbálnak meggyőzni arról, hogy magasabb elképzeléseid túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek, túl csodálatosak ahhoz, hogy megtörténjenek, vagy túl jók ahhoz, hogy tartósak legyenek ha félelem vagy kétség merül fel, lépj a legjobb lábaddal, és tégy valami határozottat a sikeres érzés és a sikeres megjelenés érdekében, hogy ne csak magad, hanem másokat is meggyőzhess arról, hogy sikeres vagy. Aki legyőzi a kétséget és a félelmet, az legyőzi a kudarcot. Nagyon sokat segít, ha mások azt hiszik, hogy sikeres vagy, függetlenül attól, hogy a sikeret pillanatnyilag nyilvánvalónak tűnik számodra, vagy sem. Használd mások gondolatait és elvárásait a sikered érdekében. A sajátoddal párosulva felgyorsíthatják az életedben elért sikereket. A telítési technika Érezd magad a bőség légkörében és a sikeres emberek körében amikor megpróbálod meggyőzni magad arról, hogy nagyobb siker és jólét lehet és lesz is a tied, de úgy tűnik, hogy jelenleg nincs rá bizonyíték, akkor itt az ideje, hogy végig sétálja a városodon, megfigyelve a sok pénzzel rendelkező sikeres embert. Itt az ideje, hogy ellátogass valami gyönyörű környezetbe, gyönyörű új épületekbe és üzletekbe. Haladj végig városod és vidéked leggazdagabb részein, ahol Isten és ember gazdagsága látható. Társulj gazdag tehetségű kreatív egyénekkel, például művészekkel és értelmiségiekkel, ha ez gazdagabb érzést kelt benned. Ha az operák és koncertek, vagy a művészeti galériák látogatása hatására gazdagabbnak érzed magad, tedd azt. Előfordulhat, hogy a zenei felvételek hallgatása, vagy kulturális témákról szóló előadások hallgatása inspirál majd. Hasznosnak találom híres emberek sikertörténeteinek és önéletrajzainak olvasását. Amikor ráébredünk, hogy milyen kihívásokkal szembesültek és küzdöttek le az ünnepelt emberek, saját ernyet időszakaink ehhez képest csekének tűnnek, és megújul az érzésünk, hogy biztosan sikerülni fog és sikerülni fog. Életem egyik nehéz időszakában rájöttem, hogy a művészeti leckékvételével és némi festéssel a csüggedésem hamarosan egy jobb jövő reményévőjé változott. Ismerek egy hölgyet, aki legyőzte a csüggedést azzal, hogy naponta dolgozott gyönyörű rózsakertjében. Ha a kültér az, ami a gazdagság érzését adja, akkor élvezd a több napsütést, friss levegőt és az anyatermészet békéjét. A sportesemények látogatása is feltöltheti lelki energiáidat. Az olyan sportokban való aktív részvétel, mint a golf, a lovaglás, a horgászat vagy az úszás, segíthet enyhíteni a lelki kimerültséget. Máskor egy hosszú vidéki séta vagy lovaglás biztosítja a szükséges felemelő érzést. Egy üzletember nemrég azt írta nekem, hogy régóta ez a módszere a csüggedés leküzdésére. A régiségek gyűjtése, a lakberendezés, az egzotikus ételek elkészítése vagy különleges ruhák készítése növelheti gazdagságérzéseinket. Életem egy újabb feszült időszakában nagy örömömet leltem benne, hogy egy varónővel dolgozhattam a ruháim tervezésén és megalkotásán. Elég időre elterelte a figyelmemet a jelenlegi munkahelyi elégedetlenségemről ahhoz, hogy a probléma megoldódjon, és munkahelyváltás következett. Talán a klasszikusok vagy a Biblia olvasása, vagy bizonyos csendes játékokban való részvétel feldob. Hasznos, ha csendes időket áldozol az új ötletek befogadására. Szeretek vasárnapi újságokat olvasni az ország minden részéről. Csak böngészem őket, a gyönyörű ruhákat, a távoli helyeket és új könyvekről, művészetről és zenéről szóló tudósításokat tanulmányozva, a szabadság és a gazdagság felfokozott érzése támad bennem. Soha nem időpocsékolás, ha elmédet, testedet és ügyeidet gazdag ötletekkel, gazdag asszociációkkal, gazdag légkörrel telíted el, és bármilyen belső vagy külső tevékenységgel, amely a gazdagság érzését kelti belső lényedben, különösen azokban az időszakokban, amikor úgy tűnik, hogy a siker lassan nyilvánul meg. Főleg a szabadidődet használt ki jól. Napi tevékenységeid során előfordulhat, hogy nem engedheted magad át olyan dolgoknak, amelyek által gazdagabbnak érzed magad. A szabadidődben azonban minden bizonyal feltöltődhetsz az új életérzéssel, bár egy kis szabadidőt érdemes további tanulásra és önfejlesztésre szánni, hogy nagyobb elégedettséget érezz a munkáddal kapcsolatban is. Évekkel ezelőtt, amikor az életemet a korlátok nehezítették, csak úgy tudtam elnyerni a szabadságérzését és a lehetséges siker vízióját, hogy minden nap vége felé elmentem egy csendes, nyugodt sétára a háztömbön kívülre. Mégis ez az egyszerű cselekedet lehetővé tette számomra, hogy megkapaszkodjak a jóról alkotott magasabb vízióimban, hogy azok később megnyilvánulhassanak. Ez egy gazdag univerzum, amely számtalan módon árasztja ránk áldásait, ha magasan tartjuk az elvárásainkat naponta emlékeztesd magad arra, hogy a pohár valóban félig tele van, nem pedig félig üres. Hozd ki a legtöbbet a jelenlegi helyzetedből. Legyen szó nagyobb elégedettségről a munkádban, vagy egy újabb lépésről a munkahelyi ranglétrán, vagy vágy akár egy teljesen új karrierre, akár munkamentes anyagi függetlenségre, a cél elérhető. Nem kell csapdában érezned magad a jelenlegi körülmények miatt. Mindig lehet valamit tenni ellene. Egy jó kijelentés a helyes eredmény előhívására, akár azt jelenti, hogy a jelenlegi helyeden maradsz, vagy más munkába lépsz, a következő, az isteni intelligencia most munkálkodik bennem, életemben és ügyeimben, akarni és megtenni bármit, az én legfőbb javamra, az isteni intelligencia nem bukhat el ha meg vagy győződve arról, hogy jelenlegi munkád nem kielégítő, és nem is válhat azzá, kezd a helyzet megváltoztatása érdekében kijelenteni, most új életformák és új munkamódszerek jelennek meg. Nem korlátozom magam a múlt módjaira és módszereire. Tökéletes munkámat tökéletes módon élem meg, ami most tökéletes elégedettséget és tökéletes fizetést biztosít számomra. Kövess minden olyan ötletet vagy eseményt, amely változásra késztethet. Ne gondolkozz, vagy beszélj a jelenlegi elégedetlenségedről. Felejtsd el, engedd el! Ezután kezdj el rendet, harmóniát és szépséget teremteni jelenlegi munkádban. Ha elégedetlen vagy, kezdj el mindent megtenni, hogy kellemesebbé és rendezettebbé tedd a munkádat tisztítsd ki az irattartó fiókokat, egyenesítsd ki az íróasztalod. Adj hozzá egy növényt vagy valami szépséget, amelyet te és mások gyakran láthatnak a gyors fellendülés érdekében. Add munkatársaidnak a kimondott dicséretet, őszinte elismerést, kedves szavakat, valamint csendes imáidat és áldásaidat. Mindenek előtt emlékeztesd magad arra, hogy lelki része vagy bármilyen helyzetnek, amelyben most találod magad. Ha bármilyen helyzetet a legmagasabb rendű gondolataid és tetteid hasznára fordítasz, segít rendet, harmóniát és elégedettséget teremteni minden érintett számára. Ha a legjobbat hozod ki jelenlegi helyzetedből, biztos lehetsz abban, hogy a nagyobb jó felfedi magát. Mindeközben, ahogy a Prédikátor könyvében megvan írva, tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik. Prédikátor 9-10 Más szóval, ahogy egy barátom gyakran mondta, amikor átmész a poklon, tett kifizetődővé, a korábbinál nagyobb megértéssel, és ennek a tapasztalatnak a jó eredménye tartós lesz. Szabadulj meg a kritikától. Meri másként gondolkodni, cselekedni és reagálni, mint azok, akik szegénységre hajlamosak, ha csak nem akarsz velük maradni, a létra legalján. Bármely munkakörben vagy szakmában bőven van hely a csúcson azoknak, akik megmernek szabadulni a sokak által szórakoztató civakodás, féltékenység és kicsinyes kritikák szokásos gondolataitól. Ha kedvet kapsz ahhoz, hogy csatlakozz az ilyen tömeges negatív gondolatok kórusához, inkább mondd ki, hogy nincs bennem kritika, sem értem, sem ellenem. Most a jó legfőbb törvénye irányítja az életemet és most az isteni harmónia uralkodik bennem és a világomban. Ez a felismerés megvéd mások negatív gondolataitól. Adj nekik áldást és védelmet építő hozzáállásoddal. Most biztosan arra gondolsz, de vajon megéri ez? A legnagyobb tudás, amit önmagadról és embertársaidról szerezhetsz, az az, hogy egy ember, aki bármilyen helyzetben konstruktívan gondolkodik és cselekszik, nem tud nem jó eredményt elérni. Az egész emberiség éhes a konstruktív hozzáállásra, cselekedetekre és reakciókra, és gyorsan reagál rájuk. Egyszer megfigyeltem ezt egy nagy ügyvédi iroda két fiatal tagja esetében. A kemény munkába és a produktív eredmények bevetett hitéről ismert cégük nagyon virágzott, akárcsak minden tagja. Az egyik fiatal tagja az ügyvédi irodának boldog, optimista, örömteli személyiség volt. Nem habozott megköszönni egy búkot, amikor az esedékes volt, és kedvességet és előzékenységet tanúsított mindenkivel, akivel találkozott. Senki sem volt túl jelentéktelen ahhoz, hogy kedves figyelmet kapjon tőle. Ez a fiatalember láthatóan nem tudta, mit jelent kritizálni, elítélni vagy panaszkodni. A másik ügyvéd valójában jobban képzett volt arra a munkára, amelyet mindketten végeztek. Mivel egyel több főiskolai diplomát szerzett, mint az első ember, az ügyvédi iroda több száz dollárral többet fizetett neki havonta. Így minden előnye megvolt az első emberrel szemben, legalábbis így gondolhatnánk. De ez a jól fizetett ügyvéd csendes panaszos volt, és senki sem tudott a kedvében járni. A részletek felzaklatták, az emberek felzaklatták, egy váratlan megbízás felzaklatta, minden felzaklatta. Egy éven belül már nem dolgozott ennél a cégnél. Ugyanebben az évben a másik ügyvédet előléptették a pozíciójára, és megkapta a magasabb fizetést. Később ez a fiatal partner a cég teljes jogú tagja lett. Az iroda történetében soha egyetlen ügyvédet sem emeltek ilyen gyorsan felelős pozícióba, vagy ilyen komoly fizetésre. Vegyél új lendületet! Azt mondják, hogy a munka a játék legmagasabb formája. Az, hogy a munka kellemes tevékenység vagy fáradtságos munka, attól függ, hogyan viszonyulsz magadhoz, másokhoz és általában a világhoz. Légy biztos abban, hogy a munka isteni, és hogy az igazi munkád és a valódi javadalmazásod épp úgy keres téged, mint te őket. Az ember igazi munkája az, amit a legjobban csinál, és amiből mély elégedettséget nyer. Vegyél új lendületet az életedben most, bármilyen élethelyzetben is vagy. Kezd azzal, hogy bátran kijelented, ahogy Charles Fillmore tette 93 évesen. Meglehetősen pezsek bennem a buzgóság és a lelkesedés, és hatalmas hittel törekszem előre, hogy megtegyem azokat a dolgokat, amelyeket meg kell tennem. Csatlakozza számtalan emberhez a munkába vagy az önkifejezésbe olyan formában, amely kielégít téged a következő sikerképlet segítségével. Első, amennyire csak tudod alkos gondolatban egy képet arról, hogy milyennek szeretnéd az életedet. Második. Miután kialakítottál egy képet arról, amire válsz, kezd el mentálisan fejleszteni és megélni vágyad. Kezdj el úgy gondolni a kívánt eredményekre, mintha azokat már elérted volna. Ezzel szellemileg birtokba veszed a jó vágyadat, és felgyorsítod annak megnyilvánulását. Harmadik. Kérd meg az isteni intelligenciát, hogy mutassa meg a következő lépést a jóról kívánt képed elérése felé. Megmutatják, hogy ez azt jelenti, -e, hogy esti iskolába kell járnod több tanulmányi kurzus miatt, drasztikus változtatásokat kell végrehajtanod a munkádban és életmódodban, vagy konstruktívabb hozzáállást kell kialakítanod a jelenlegi munkahelyeddel és annak lehetőségeivel kapcsolatban. Amint megmutatják a következő lépést, bátran kövest azt hittel, tudva, hogy az csak gazdagabb megelégedettséghez vezethet. Negyedik. Tarts ki annak tudatában, hogy kellemes munka lehet és lesz is a tied. Emerson azt mondta, hogy mindennek megvan az ára, és ha ezt az árat nem fizetik meg, akkor nem ezt a dolgot, hanem valami mást kapnak. Tehát kitartóan fizesd meg az árat belső és külső módon, hogy megkapd az élettől azt, amire igazán bátsz. 5. A jelenlegi helyzetedben továbbra is nyújtsd a legjobbat, még akkor is, ha mentálisan alul maradsz és mindenek előtt tartsd fenn a lelkedet a telítettség törvénye alapján. Valójában, ahogy befelé utazol e különféle módokon, nem tudsz fennmaradni anélkül.